Kedves nézőink, tisztelettel köszöntöm Önöket a Budapest Fejlesztési Központ online lakossági fórumán a Ráckevei hév Szigethalomtól Ráckeveig tartó szakaszának fejlesztése témájában. Én Csorba Miklós vagyok, és moderátorként működöm közre az esemény lebonyolításában. Elsőként szeretném megköszönni a figyelmüket a kezdéssel kapcsolatban. Tisztelettel köszöntöm a BFK részéről Vitézi Dávid vezérigazgató urat, Somodi László közlekedésfejlesztési főigazgató urat, és Kangyerka Ádám hévfejlesztési igazgató urat. Köszöntöm továbbá a Tököl, Szigethalom, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu és Ráckeve képviseletében megjelent megszólalóinkat, vendégeinket. Hölgyeim és uraim, mielőtt átadom a terepet a téma kapcsán prezentált előadásnak, engedjék meg, hogy pár hasznos technikai tanáccsal szolgáljak. Az eseményről felvételt készítünk, és ezt a felvételt anonimizált formában közé is tesszük majd. Ennek jegyében utalítom Önöket a kérdések, hozzászólások forszírozására. Írásban már az előadás közben is hozzászólhatnak, az alul látható Q&A gombra kattintva. Ezeket lehetőség szerint a fórum alatt szóban meg is válaszoljuk. Amire itt majd nem jut idő, arra a későbbiek során szintén válaszolunk, és a weboldalon ezeket közzé is tesszük. Szóban a prezentációt követően kérdezhetnek, felszólalási igényüket a Raise Hand gombra kattintva jelezhetik. Ez a képernyő alján található kis nyitott tenyér alakú gomb. A mai lakossági fórum zárását legkésőbb este 8-ra tervezzük. Köszönöm a figyelmet, és ezennel átadom a szót Vitézi Dávid vezérigazgató úrnak. Köszönöm szépen. Üdvözlök én is mindenkit, jó estét kívánok! Még mindig ebben a sajátos formában így online találkozunk, és nem csak azért tesszük ezt, mert azért a járványhelyzet még ha enyhült is jelentősen, de nem múlt el teljesen, hanem azért is, mert az elmúlt néhány alkalommal, amikor ilyen online lakossági fórumokat tartottunk, az a visszajelzés jött, hogy sokaknak ez kedvezőbb, otthonról be tudnak csatlakozni, nem kell adott esetben Ráckevéről, most a konkrét példánál maradva, amelyik vonalról ma beszélünk, elmenni Sziget-Szent Miklósra vagy vissza, és főleg egy olyan fontos meccs napján, mint a mai, talán mindenki, aki nem valahol nézi, az otthon van, és a tévé elő fogja nézni, könnyebb becsatlakozni ebbe a fórumba. Aki pedig akár a meccs miatt, akár más miatt nem tudna csatlakozni hozzánk, ennek a mai előadásnak a videó felvételét a Facebookon és a YouTube csatornánkon, illetve a bfk.hu honlapon elérhetővé fogjuk tenni, ahogy az eddigi hasonló lakossági fórumaink esetén is történt. A mai előadás témája és a mai fórum témája, hiszen nem csak előadást tartunk, hanem az önök észrevételeit és kérdéseit is várjuk, az a Ráckevei hév Szigethalomtól Ráckeveig tartó szakaszának fejlesztéséről szól. A Ráckevei hév általános fejlesztéséről fogok beszélni, azért emeltük ki ezt a szakaszt, mivel ez az a legkisebb építési munkát igénylő szakasz, értve ez alatt, hogy nem kell föld alatt építkezni, nem kell bonyolult új műtárgyakat építeni, például nem kell egy új kis Dunahidat építeni, mint Dunaharasztinál, ahol a leghamarabb el tudjuk kezdeni a munkát, éppen ezért ennek a tervezése is halad a leggyorsabban. Itt vagyunk először abban a helyzetben, hogy elég részletes terveket tudunk mutatni önöknek. Ez nem azt jelenti, hogy a többi szakaszon nem dolgozunk, hanem azt jelenti, hogy olyan időpontban szeretnénk ott fórumot tartani, amikor már ott is egyre részletesebben, a mainál egyre részletesebben be tudjuk mutatni azt, hogy mit csinálunk. Tehát lesz Szigetszent Miklós, Dunaharaszti és a budapesti szakasz vonatkozásában is lakossági fórum nyár végén, ősz elején tervezzük ezt. De addig bele is vágok, és azért itt a prezentáció elején nagyrészt az egész hévvonalról fog szólni, és aztán Somodi László kollégámat fogom megkérni, hogy egészítse ki a konkrét szakasz kapcsán néhány részlettel az elhangzottakat. Miért kell fejleszteni a Ráckevei hévet? Ez egy olyan kérdés, amire szerintem csak azoknak kell válaszolnom, akik nem használják. Lassú, sebességkorlátozásokkal terhelt, ritkán jár, és mondjuk úgy, hogy bosszantó. Az a bosszantó a Ráckevei évben számomra, én is gyakran használom, hogy nem minden nap, de többször volt már rá szükségem, hogy ott van egy olyan déli térségében Budapestnek, budapesti agglomerációnak egy kötött pályás vonal, ahol rengetegen laknak, ahova egyre többen költöznek ki, és mégis az autózással, a buszokkal, a dugóval nem tud versenyképes lenni a kötött pályás közlekedés a hév mai szolgáltatási színvonala miatt. Ezt mindenki, aki a Ráckevei évet használja, szerintem tudja, látja, saját maga minden nap tapasztalja. Ezzel együtt látszik az, hogy amikor valamilyen, még a szokásosnál is nagyobb dugó van, például az M0 déli szektorában zajló beavatkozások, közútfejlesztés vagy közútkarbantartás miatt, ugye láttuk ezt az elmúlt években,
akkor még erre a lassan döcögő ráckevei hévre is rengetegen szállnak föl, mert a kötött pályás opció iránti igény ebben a térségben óriási. Tehát a ráckevei hév fejlesztése nagyon is időszerű és szükséges. A követés ennek a vonalnak ma ritka, a menetideje nem versenyképes, a metrókapcsolat hiányzik, ugye. Ha megnézzük a MÁV-nak és a HÉV vonalaknak együtt, ugye 15 vonala éri el a belvárost a Szélrózsa minden irányából, csak ez és a csepeli HÉV az, amelyik nem éri el sehol a metrókat, sőt a ráckevei HÉV még ugye a nagykörúti villamost sem éri el a Boráros téren, mint a csepeli. A vonal pedig nem akadálymentes sem a járművek, sem a peronok. Általában megkérdeztük, hogy az emberek mennyire támogatják a HÉV vonalak fejlesztését, és egy olyan választ kaptunk, hogy igen, csak a tömegközlekedést használók körében 89, de még az autóval közlekedők esetében is 74% a teljes mértékben támogató, és még a kéket is ide lehet számolni, mert azok a négyest adó inkább támogatók. Tehát azt lehet mondani, hogy összességében a teljes budapesti népességet tekintve reprezentatív mintán a Medián közvéleménykutatása alapján 93% a lakosságnak támogatja a HÉV-ek fejlesztését és felújítását. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon magas támogatottság beruházásról van szó, amit időszerű megcsinálni. Az elmúlt időszakban, mióta a Budapest Fejlesztési Központ létrejött, ugye mi egy állami szervezet vagyunk, a miniszterelnökség Budapest és agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkára Fűrjes Balázs irányítása alatt végezzük a munkánkat, és az a dolgunk, hogy egy speciális regionális fókusszal Budapest és az agglomeráció közlekedésének állami feladatait összefogjuk, illetve fejlesztésének állami feladatait összefogjuk. Ennek a munkának a jegyében elkészítettük a budapesti agglomerációs vasúti stratégiát, ami egyébként a Budapest Vasút 2040.hu weboldalon olvasható. Nem azért 2040, mert akkor fogunk csak csinálni valamit, hanem azért 2040, mert a stratégia 20 évre szól és számos intézkedést tartalmaz. És ennek néhány részletét ide idézném. Látszik az, hogy a ráckevei HÉV még a mai nehézkés kínálata ellenére is azért egy elég combos 27 ezeres napi utasforgalommal bír. Ez önmagában egy jelentősebb elővárosi vasútvonal forgalma. A fölújított Székesfehérváriétól alig marad el, vagy megegyezik a Nagykárta-Újszászi vasútvonaléval, és jelentősen meghaladja sok egyébként jelentős vasútvonalunkét. Tehát ez egy nagyon fontos nyomvonal. A vasúti stratégia egészéről egy nagyon részletes kikérdezést végeztünk, több mint 5400-an töltötték ki a vonatkozó kérdőívünket az elmúlt hónapokban, ezúton is köszönöm nekik. És azt mondták el az emberek, hogy csak néhány lényeget kiemelve, hogy fontosnak tartják azt, hogy a városon belül is jobban használható lehessen a vasút, és az agglomerációs forgalomban is egy nagyobb szerepet kapjon. Ez a kérdőív is ugyanazt igazolta vissza, mint az ettől teljesen függetlenül elvégzett reprezentatív közvéleménykutatás, hogy alapvetően a régióban a kötött pályás fejlesztések támogatottsága 90%-os vagy a fölötti. Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy hát persze ki nem támogatja a kötött pályás közlekedést, hát valójában ezt mutatják ezek a számok, de nem árt az ilyesmit megvizsgálni, mert azért sok-sok olyan ügy, ágazat, téma van, ahol az ezzel foglalkozók maguk között úgy érzik esetleg, hogy hát ki ne támogatná azt, amit csinálnak, de azért vannak eltérő vélemények is. Itt azt látjuk, hogy ez az érzet nem csak a közlekedési szakmában van meg, hanem valójában tényleg az emberek nagyon nagy számban igénylik, támogatják ezeket a kötött pályás fejlesztéseket. Ez a stratégia, és most nem fogom itt a vasúti részeit végigmondani, hiszen egy nagyon nagy része nem ehhez a mai témához tartozik. A teljes elővárosi MÁV-rendszernek és a HÉV-rendszernek a fejlesztésére ad egy útvonal térképet, hogy hogyan kéne ezt megcsinálni, melyik vonalon mit kell csinálni ahhoz, hogy ez jobb legyen, járatsűrítés, állomások megújítása, P+R parkolók építése, jobb átszállási kapcsolatok, a vonalak meghosszabbítása, egy átfogó tarifaközösség, amivel az agglomerációban mindenütt a Volán, a MÁV és a HÉV járatait ugyanazzal a bérlettel egy adott település felől Budapest felé ingázva igénybe lehet venni. Ezek mindegyikén elkezdtünk dolgozni, tudom, hogy sok, tehát önmagában az, hogy az emberek ennyire kívánják ezt az ügyet, hogy ennyire 90% fölötti a támogatottsága, az azt is jelenti, hogy egyben valószínűleg türelmetlenek is, hiszen amit ennyire akarunk, azt már itt nagyon régóta akarjuk, vagy sokan akarták már régebben is, ez általában ezt jelenti, tehát nyilván gyakran szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy miért nem előbb, miért nem eddig, miért nem most, miért nem majd. Még korábban igyekszünk a lehető leghatékonyabban és gyorsabban dolgozni, ezt ígérem, a BFK tavaly jött létre, de azért az élet nem tavaly kezdődött, az elmúlt 10 évben azért jelentős beruházások történtek az elővárosi vasutakon, megújult a Székesfehérvári, a Pusztaszabolcsi, a Hatvani, az Esztergomi vasútvonal, ezeken meg is duplázódott az utasforgalom, amelyek már megújultak Esztergom és Fehérvár felé,
érkezett számos elővárosi motorvonat, de ezekből a hév utasai nem sokat láttak. Tehát most a héveken a sor, a hévek állapotát mindenképpen meg kell újítani, és ebben egy elég erős kormányzati elkötelezettség is van. Hogy kezdjem a nagyon távlati víziótól. Azért kezdem innen, mert kell legyen egy nagyon világos képünk a távlati jövőről, hogy hova szeretnénk eljutni, ahhoz, hogy azt tudjuk, hogy holnap mit kell csinálni, hogy ebbe az irányba tegyük meg a megfelelő lépéseket. A távlati víziónk az az ötös metró néven ismert koncepció, ami jó pár évtizede már megszületett a budapesti fejlesztési tervekben, aminek a lényege az, hogy délről két hévvonalat, a Csepelit és a Ráckeveit, illetve a Kunszent Miklós tasról Dunaharasztin át érkező vasútvonalat a város alatt összekapcsolja a Szentendrei hévvel és az Esztergomi vasútvonallal, és egy olyan észak-déli metró jön létre Budapest belvárosán át, a nyugati pályaudvar Kálvin tér érintésével, ami lényegében Szentendrétől és Esztergomtól Csepelig és Sziget-Szent Miklóson át Ráckevéig, illetve Kunszent Miklósig összeköti északról délre a régiót. Ha úgy tetszik, egy ilyen dunamenti vasúti főtengely jöjjön létre Budapestet, átszelve Budapestnek azt a teljesen egyedi adottságát, hogy a Duna két oldalára nőtt város, és az agglomeráció is így a Duna két partján azért kiterjedt, ezt kihasználva, felhasználva az elődeink által ránk hagyott vonalakat, és ebből létrehozva egy olyan tengelyt, mint amilyet egyébként S-Bahnként vagy RER-ként azért sok nyugat-európai városban látunk. Ez nagyon sok év múlva fog elkészülni, hiszen itt egy belvárosi metróépítésről, mély alagút építésről van szó, de ahhoz, hogy idáig eljussunk, ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, ahhoz már most olyan módon kell a vonalakat fejlesztenünk, hogy ezt ne megakadályozzuk, hanem elősegítsük, hogy ide ehhez közelebb kerüljünk, és ettől ne távolabb. Mi pont ezt szeretnénk tenni. A Ráckevei hév fejlesztésének a célja az, hogy egyrészt a teljes pályát megújítsuk, a teljes vonalat felújítsuk, és egyébként meghosszabbítsuk a vonalat a Közvágóhídtól befelé, a Boráros tér érintésével a Kálvin térig, együtt a Csepeli hévvel. Hogyha egyszer lesz ötös metró, akkor az valami ilyen, ez még nem egy végleges nyomvonal, még ennek a vizsgálata zajlik, de valami ilyesféle nyomvonalon szeli majd át a belvárost, Óbudától a Szentendrei hév felől a nyugati pályaudvar, Oktogon, Astoria, Kálvin tér, hogy nagyobb csomópontokat mondjak, térségének érintésével lyukadnak ki a Vágóhídhoz, és ott ágaznak ketté. Nyilván ennek még nagyon sok részletét pontosítani kell, de az üzemvitel, a járművek mérete, perommagasság, áramellátási rendszer, minden egyéb részlet szempontjából ezt az optimumot keressük. Miért jó az ötös metró? Mindössze 11 km új vonal kell ahhoz, hogy összekössük északról délre ezeket a vonalakat, de ezzel létrehozunk egy összességében 150 km hosszú összefüggő átjárható hálózatot. Naponta 180 ezer utassal lenne ezért több, ami lényegében azt jelenti, hogy ez a vonal ugyanolyan forgalmas lenne, mint a 3-as metró, ami ma Magyarország legforgalmasabb vasútvonala. Naponta 44 ezer átszállást spórolnánk meg az embereknek, óriási szám, és nagyon fontos kényelmi többlet, kényelmi vonzerű lenne ez a tömegközlekedés számára. Naponta 50 ezer autós választaná inkább a közösségi közlekedést, és számos relációban pont az önök által jól ismert Ráckeve és Csepel-sziget téli részét érintő térségekben tipikusan fél óra fölötti időmegtakarítás lenne. Mi lehet ennek az első lépése? Hogy lehet ehhez az államhoz közelebb kerülni? Ezt keressük a projekt első ütemében, amikor arra teszünk javaslatot, és azt a munkát kezdtük el az elmúlt években, hogy ezek a vonalak a Közvágóhídtól föld alatt két megállóval meghosszabbodjanak, a Ráckevei hévvonala, és jusson el a Kálvin térig. Ez Ráckevétől a Kálvin térig, figyelembe véve a vonali felújításokat és a meghosszabbítást, fél óra időnyereséget jelentene a maihoz képest. Azért az már nagyon szignifikáns változás. Ha megnézzük az utasszámokat, azt látjuk, hogy most a Ráckevei hévre koncentrálva bődületes utasforgalom növekedés látszik a forgalmi modellezésből. Több mint háromszorosára nőne az utasforgalom. Ennek alapvetően az az oka, hogy egész egyszerűen azt érzékeljük, hogy az egész Csepel-sziget déli része felől ma nagyon sokan, akik oda költöztek, nem a hévet használják, hanem busszal járnak, vagy autóval, mert a hév annyira versenyképtelen. Ha ez megváltozik, hogyha a hév gyors, sűrű, megbízható és a belvárosig jár, akkor tömegek választanák ezt a közlekedési módot az eddigiek helyett. A Ráckevei hév az egyik legnagyobb szunnyadó potenciállal bíró vasútvonala a központi régiónak. Tehát ennek a két hévvonalnak a fejlesztése, a Csepeli és a Ráckeveié, az egy nagyon fontos első ütem. Hol tartunk ebben
politikai, jogi, pénzügyi értelemben. A kormány döntött arra, hogy ezt a projektet meg szeretné valósítani. A műszaki tartalmon 2018 óta dolgoztunk, meg valósítósági tanulmány, műszaki tanulmányok, részletes vizsgálatok készültek, és 2020 februárjában a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa is megerősítette ennek a projektnek a szükségességét, ugye ez a főpolgármesterrel közös döntéshozó szervünk, és ezt követően megkezdtük a tervezést. 2020 februárjában az egyik első dolgom volt, miután Fűrés Balázs kérésére megkezdtem ezt a munkát, hogy kiírtuk a BFK-ban a közbeszerzést ennek a tervezésére. Tavaly nyáron kötöttük meg a tervezői szerződést, ez egy önmagában 10 milliárdos tervezési csomag a 3 hévvonal fejlesztése, ennek az előkészítése csak, tehát önmagában a 4-es metró előkészítéséhez mérhető forrásokat költünk erre, ebből is látszik, hogy mekkora beruházás szükséges itt. És a tervezés elkezdődött, és azt a jó hírt tudom mondani, hogy Magyarországnak a COVID-19 világjárvány utáni helyreállítási alapra, tehát az Európai Uniós úgynevezett helyreállítási alapra, gazdaságélénkítési alapra benyújtott magyar kormány által összeállított projektjavaslatai között szerepel a Ráckevei hévnek a teljes rekonstrukciója és ennek a projektnek a megvalósítása. Ennek a jóváhagyása még az Európai Bizottságra vár, de bizakodóak vagyunk, és hogyha ez a döntés megszületik, akkor véglegesen kijelenthető, hogy minden forrás is rendelkezésre áll ennek a projektnek a megvalósítására. Ehhez tehát nagyon közel állunk. Hogy kezdjem a belvárosból, és ahogy mondtam, eljutunk Ráckevéig a prezentációk végére. A Kálvin téren létrejön egy új végállomás, ahol a 3-as és a 4-es metróra át lehet szállni, tehát végre a két hévvonal délről kapna metrókapcsolatot. Ez az új metróállomás, ez legalul lenne, több mint 50 méter mélyen, a 4-es és a 3-as metró alatt. Magának az állomásnak két kijárata lenne, az egyik mozgó lépcső az abba a sárga alagútba vinne, ami ma összeköt a 3-as és a 4-es metrót, és oda még egy helyről be lehetne menni. A másik mozgó lépcső pedig a Kálvin téri aluljáróba vinne föl, természetesen lift is lenne. A következő megálló a Boráros tér, ahol egy új föld alatti állomás jönne létre, a mai buszvégállomás és a tér alatt, itt a térképen látható módon. Azzal, hogy a Csepeli hév is itt a föld alatt menne, azzal a Dunaparti sétányt föl lehetne szabadítani és visszaadni az embereknek, és egy új a nagykörúti villamosokhoz csatlakozó hévállomás jönne létre a föld alatt. Következő megálló a Közvágóhíd, ahol az új föld alatti hévállomás az a Művészetek Palotája vonalában a Soroksári út alatt helyezkedne el. Itt közvetlen átszállási lehetőség nyílna a Ráckevei hév utasai számára is, az 1-es villamosra, a 2-es villamosra, illetve a déli körvasútra. Ez szintén egy nagyon nagy vasúti beruházás, aminek dolgozunk a megvalósításán. Itt ugye a nyugat és kelet felől érkező elővárosi vonatok itt haladnak át Budapesten, ezen a déli összekötő vasúti hídon. Ennek a harmadik vágánya éppen nemrég készült el egy új vasúti hídszerkezeten. És itt egy olyan új vasútállomás jön létre, ahol meg fognak állni a Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, Biatorbágy felől jövő elővárosi vonatok, meg fog állni valószínűleg a győri-bécsi távolsági vonat, és a másik irányból meg fog állni a 60, vagy Maglód, vagy akár majd a táblatban a repülőtér felől, Monor felől jövő elővárosi vonat is. Tehát ez egy forgalmas vasútállomás lesz, amire a Ráckevei hév utasai a jövőben közvetlenül át tudnak majd szállni. És innen kezd majd el az Obi vonalában följönni a Ráckevei hév a felszínre, és hát valahol itt a képtől kicsit a kép szélétől balrába a Soroksári út mentén érkezne föl felszínre a hév, és követni a mai nyomvonalát. Ami még fontos, hogy ezen a szakaszon nem csak a Ráckevei hév és a Csepeli hév közlekedne, hanem az itt a, épp hogy csak a kép bal szélén látszó Kunszent Miklós Tassi vasútvonalról, ami ugye a jelenleg futó nagyprojekt miatt ugye belgrádi vonalként is ismert, az elővárosi vonatok arra alkalmas szerelvényekkel is ebbe az alagútba futnának be a koncepció szerint a Kálvin térig. Tehát ezen a szakaszon itt összesen 24 vonat járna, mindjárt erről mutatunk is egy menetrendi ábrát. Ez még csak egy előzetes látványterv, senki ne a végleges építészetet kérje számon még ezen, csak hogy éreztessük a kapcsolatrendszert, ezért készült. Az látszik, hogy itt vagyunk a Vágóhídnál, délfelé nézünk a mondjuk a Művészetek Palotája vonalába, itt majd ilyen szervizút van a Leknerödön fasor, innen nézünk délre. Látjuk a 2-es villamost átmenni a híd alatt, fönt a hídon látjuk az 1-es villamost, talán az Egeremet is látják. Itt ez az épület, ez az új állomásépület, ahova itt látszik a mozgó lépcső a jobb szélén, a hátizsákos fehérpólós úriember mellett egy mozgó lépcső, az jön föl a hévállomásról, van egy biciklitároló,
ez az állomás így bekúszik két oldalról a Rákóczi híd közúti szerkezete alá, és a háttérben az a nagy fehér híd, amit látunk, az a látványterve annak a vasútállomásnak és vasúti Soroksári út fölötti vasúti hídnak, amit a Déli Körvasút projektben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő kíván megvalósítani. A tervezés elég előrehaladott fázisban van, számos kérdésben már a kiviteli és részletes terveket készítjük. Ez éppen azt a képet mutatja, hogy a talajfúrások is megkezdődtek. Ez még nem az építésnek a talajfúrása, hanem azok a vizsgálatok, amik ahhoz kellenek, hogy az alagúti szakaszon pontosan olyan tervek készüljenek, amik megfelelnek a talajviszonyoknak, és amik aztán könnyen és hatékonyan megépíthetők. Alapvetően a föld alatt ilyen háromcsöves állomásokba gondolkodunk, ahol a két oldalon a hévek mennek, alacsony padlós hévek, és középen pedig egy elosztó térbe érkeznek a liftek és mozgó lépcsők, és onnan lehet megközelíteni ezt. Alapvetően a közvágóhídnál még kérekben indulna el a vonal le a föld alá, aztán a Kálvin téren, hogy át tudjon érni a két másik metró alatt, nyilván már igen mélyen kellene a kőzetbe belefúrni ezt a vonalat. A fejlesztés első ütemének része, tehát a Csepeli és a Ráckevei hévvonal teljes korszerűsítése és akadálymentesítése, a két vonal összekötése a Vágóhídnál a föld alatt és meghosszabbításuk a Kálvin térig egy köztes megállóval a Baráros térnél, a Csepelen az Erdősor utcáig a Csepeli hév meghosszabbítása, illetve a Kunszentmiklósi elővárosi vasútvonal integrálása és bekötése a Kálvin térig. Alapvetően a menetrendi koncepció így néz ki. A Csepeli héven a mai 9 vonat helyett 12 vonat lenne óránként, tehát a stabil 5 perces követést tudnánk biztosítani. A Ráckevei héven annak a legbelső szakaszán ugyanígy 5 percenként tudnának járni a vonatok összességében, és ez két ágra esik szét. Egyrészt 4 vonat óránként, negyed óránként menne S25-ös vonatként Kunszentmiklós-Tass felé a vasútvonalon, és 8 vonat haladna tovább Szigetszentmiklós gyártelepig. Ez azt jelenti, hogy Szigetszentmiklós gyártelептől a mainál jóval sűrűbben 7-8 percenként, átlagosan 7-8 percenként járnának a vonatok. Majd innen tovább 4 vonat menne végig Tökölön át Ráckevéig, tehát 15 perces követés lenne Ráckevén a mai ennél jóval ritkább vonat követés helyett. Ez a menetrendi struktúra az, amin dolgozunk, és azzal is számolunk, hogy úgynevezett zónázó közlekedést bevezessünk a H6-os héven, tehát legyenek olyan vonatok, amik Ráckevétől Szigetszentmiklósig mindenhol megállnak, majd Szigetszentmiklóstól befelé csak a fontosabb csomópontokban állnak meg, és gyors járatként ezzel is gyorsítsuk a legkülsőbb szakaszon élő emberek és Szigetszentmiklóson élő emberek bejárását. Ha megnézzünk néhány ilyen előtte-utána ábrát, ez azt mutatja, hogy Ráckevéről, ha látjuk ott azt a fekete kis ikont, azt hiszem szoknya van rajta, ez egy női ikon, hogyha jól látom, le van oda téve, ez egy ilyen applikáció, amivel ezt lehet tesztelni, nézni, mindenki látja talán a képen Ráckeve hévállomás környékére, és a színek azt mutatják, hogy milyen távolra tud ez a kis szereplő, ez a bábú eljutni, hogyha felszáll a hévre, és Ráckevéről mit tud elérni, ami rózsaszín azt egy órán belül éri el, ami világos kék azt 3/4 órán belül, ami pedig kicsit sötétebb kék azt fél, ami legsötétebb kék azt 1/4 órán belül. Nyilván ebbe gyaloglást is beleértve. Látszik az, hogy önmagában a hév sűrítése, fejlesztése révén itt a déli térségben is jelentősen kitágulnak a ráckeveieknek a közlekedési lehetőségei, de hogyha pedig ezt megnézzük egy összbudapesti képben, akkor az látszik, hogy ma egy ráckevei egy órán belül ide ezen a térképen sehova nem tud eljutni, míg a jövőben ez jelentősen javulna, és egészen a belvárosig a Kálvin térig rózsaszín zóna látszik, illetve a világos kék a 3-4 órás zóna fölcsúszik egészen Soroksárig a Budapest területéig, és ha pedig egyszer a második ütemben meg lesz az 5-ös metró, akkor még a nyugati pályaudvar térsége időjében az állomás környékén is látszanak rózsaszín foltok. Tehát lényegében Ráckevétől a teljes budapesti belváros egy órán belülre kerül. Hogyha ezt tökörről nézzük meg, akkor még látványosabb ez a kép. Bal oldalon látjuk tökörre letéve ezt a bábút, hogy onnan milyen távolságok adódnak. Kék az lényegében, tehát a 3-4 órás idő intervallum is hát alig ér be Budapestre, míg a fejlesztés után ez jócskán a belvárosig elér, és látszik az, hogy az a hozzáférhetőség,
hogy tökörről mondjuk egy órán belül mekkora területet lehet elérni, hova megyek el úgy dolgozni, vagy tanulni, hogy egy óránál többet nem akarok már ingázni egyik irányba, ez lényegesen kitágul, és nem is akárhol tárul ki, Budapest legsűrűbb elszerelhető, gyorsabb a délagglomeráció lakói számára. Azon is előtte, utána látszik, hogy a szomszédos települések megközelíthetősége, Sziget-Szent Miklós elérhetősége is lényegesen javulni fog. Én ennyit szeretem volna röviden önöknek elmondani, és akkor konkrétan a Szigethalom és Ráckeve közötti szakasz fejlesztéséről Somodi László kollégám, aki a közlekedésfejlesztési főigazgatóságunkat vezeti, fog önöknek most egy hasonló prezentációt tartani. Laci, parancsolj, én befejezem a megosztást, ha... Látható a Csepel-szigeti szakasz, gyakorlatilag Szigethalomtól délre, még Sziget-Szent Miklós is látható. A legfontosabb fejlesztési részek, ugye egy 100 km/h sebességet tervezünk elérni. Sziget-Szent Miklóson tervezünk egy külön szintű útátjárót létrehozni, és tervezünk egy szakaszos kétvágányosítást is megvalósítani Sziget-Szent Márton-Szigetújfalú térségében. Ráckevén pedig tervezünk több száz méterrel a városhoz közelebb, Savoyai kastélyhoz közelebb vinni az állomás Tököltől délre, tehát egy szakaszosan kétvágányú vasút valósul meg, ami lehetővé teszi azt, hogy ma óránként tud menni a tököli vonat, hogy ez tulajdonképpen negyed óránként tudjon folyamatosan menni. Láthatók az elemek, ugye a megállóhelyek környezetük rendezése, ezek a különböző színű ikonok, ugye B+R parkoló, autóbusz megálló gyakorlatilag mindegyik helyszínen létesül. Ezek a színkódok a férőhely volumenöket jelentik, de azt jelenti, hogy 50-100 nagyobb forgalmú állomásokon akár 200-as mennyiségben létesülnének új B+R parkolók. Az utasforgalom jelentősen növekednek, ezek a házalékos növekedést látják, de azt jelenti, hogy akár több ezer utassal is növekszik a Csepel-szigeti forgalom. Ezek a 33-78%-ok mutatják az egyes helyszíneket, de azt jelenti, hogy Ráckevén akár plusz 2600 utasás, és a relatíve kisebb településeken is ugye 1000-2000 több utazás való tud megvalósulni, tehát nagyon jelentősen meg fog tudni növekedni a hévnek a forgalma. Ugye ma önök pontosan tudják a Csepel-szigeten, hogy kritikus a bejutás Budapestre. A hév ugyan kiszámítható, de lassú és ritka. Az autóbuszok állnak a dugóban, a kocsiban állnak a dugóban, kiszámíthatatlan, hektikus a közlekedés, ez nagyon lényegesen megjavulna, ez szükségessé teszi az autóbusz közlekedés átalakítását is. Gyakorlatilag néhány közvetlen busz megtartása mellett egy ráhordó, jól csatlakozó, minden fontosabb hév megállóban egy néhány perces várakozással megbízhatóan csatlakozó autóbusz közlekedés kialakítása a cél. Igen, visszafelelkoztam, elnézést. Lennének főbb ráhordási pontok, ugye Sziget-Szent Miklós gyártelepen valósulna meg egy komolyabb ráhordási pont, ugye itt ma is van csatlakozás, de térben nem az igazi, Ráckevén is van, és ott szeretnénk továbbfejleszteni. Most a Sziget-Halom-Ráckeve szakaszról beszélek, nyilván vonal belső szakaszán is számos új, úgynevezett intermodális átszálló pont valósulna meg, de a Sziget-Halom-Ráckeve szakaszon, ugye elsősorban Sziget-Szent Miklós gyártelep, ugye ez a két város határán van, és Ráckevén valósulna meg. Ugye Sziget-Szent Miklós gyártelepen tulajdonképpen ugye Sziget-Halom különböző pontjai felé, ugye Tököl felé is ugye a hév által nem érintett részeken megvalósulna a csatlakozás, Ráckeven pedig Makár-Lórév irányába létrejönne egy új autóbuszos csatlakozási pont, és Sziget-Szent Miklóson is gyakorlatilag új csatlakozás pontok jönnek létre, ez picit kiülesik a szakaszon, de a 40 ezeres lakosú Sziget-Szent Miklós városon belül is jelentősen javulnak a csatlakozások. Sziget-Szent Miklós gyártelepen, ugye, ami a két város határa, tervezzük egy új autóbuszvégállomás létrehozását. A mai, hát elég vegyes kereskedelmi forgalommal beépített területen ez az ábra látható. Itt rajta van már a műüti tervezett felüljáró, ennek a tervei ugye a NIV ZRT-nél készülnek, ennek a megvalósítását mindenképpen tervezzük a jelen hév beruházásba integrálni. És különböző itt az ábrán nem részletezett előzmény munkákat követően arra jutottunk, hogy a legjobb megoldás az lenne, hogyha ugornánk egy nagyobbat, és hát kisajátításokkal azt a picit dzsumbujos részt, amin most ilyen különböző kiskereskedelmi vegyes funkciók vannak a volt autógyári bejárati előtérben, oda áthelyeznénk a Sziget-Halmi autóbusz állomást, és a hévperonokhoz közel gyakorlatilag egy félperces, egyperces sétával létrejönne egy új autóbusz megálló, több peronnal, és akkor Sziget-Halmi helyi járatok, Ráckeve felé menő, Sziget-Szent Márton felé menő csatlakozó buszok, illetve a Csepel halásztelek felőérkező autóbuszoknak is a csatlakozási pontja itt megvalósulna. Ugye lenne megálló a túloldalon is, hogy aki a rövid úton szeretne
leszállni, de a fő buszállomást át tervezzük helyezni. Ez most egy elsőkörös terv, ez a szándékunk. Dolgozunk még ahhoz, hogy ennek az önkormányzatok bevonásával, hogy ennek a különféle feltételeit, kisajátítási hátterét megteremtsük, de kifejezett szándékunk az, hogy ez a buszmegálló itt megvalósuljon, és nem csak buszmegállóként, hanem egy elég markáns P+R autóparkolóként, és természetesen százas, több százas nagyságrendben kerékpártárolóként is funkciója. Ez egy nagy lépték lenne, ugye Szigetszent Miklós 40 ezer, több mint 40 ezer, Szigethalom mint egy 20 ezer lakosú, hát ma már nagy városok, Halásztelek is körülbelül 10 ezer lakos, ez az új csomópont ennek a 70 ezeres közvetlenül ennek a 70 ezer embernek, de csatlakozóan ugye Taksony felől, Tököl felől még további 10 ezereknek, tehát akár ez egy 100 ezeres környéknek a mindennapi eljutását szolgáló új csomópont lesz, ugye kerékpáros átvezetéssel, közúti felüljáróval, vasúti betételeti végponttal, korszerű vasúti pályával, akadálymentes megközelítési lehetőséggel. A kisebb megállókban egy egységes peron berendezés kialakítását tervezzük. Ugye ezek a látványtervek is most az illusztrálást jól szolgálják, a finom hangolásokat, hogy most pontosan hogy szögletes, hogy kerek, ezt még alakítjuk, de mindenképpen a kis picikek is, a semminél sokkal többet, és a kis picike első beállónál is sokkal többet tervezünk. Gyakorlatilag sok tíz, minden megállóban több tíz, sok tíz méter, nyilván utasforgalomtól is függően, de hosszabb lefedéseket tervezünk. Szigethalom megállóhelyen, ugye ez a gyártelepet követő megállóhely, itt ezeken a megállóban nem tervezünk extrém kialakításokat, nem akarjuk eltúlozni, viszont szeretnénk praktikusan, zölden, a hely környezetébe illeszkedően kialakítani ezeket a megállókat. Itt látható, hogy ugye két Petőfi Sándor utcában két oldalperon kialakítását tervezünk, és gyakorlatilag a környezetbe barátságosan illeszkedően fák, fű és cserjék közé pedig egy megfelelő számú, nem túlzó, de azért egy kellő számú P+R parkoló. Itt látható, hogy 53 P+R parkoló, 152 kerékpártároló, három darab úgynevezett kiss and ride, tehát ilyen gyors ki- és beszállást, tehát ilyen hazavívős autómegállót tervezünk, és a peronokat pedig ugye szintben könnyen, biztonságosan megközelítő átjárókat. Tájékoztatásról mondjuk ez az ábra, meg lesz egy-két ilyen ábra, a legközvetlenebbül a pálya mentén érő lakosságot érintő. Ugye a Hévnek van egy ilyen helyi vasúti múltja, nagyon sok hely esetben, ezzel nem untatnánk önöket, de csak jelezzük, hogy nagyon sok esetben vannak rendezetlen olyan telekviszonyok, ahol adott esetben közvetlenül a Hév ingatlanra nyílnak hátsó kapuk, ingatlan megközelítések, itt több helyszínen szükség lesz néhány méternyi kisajátításra és néhány méteres érintettség a telek rendezésére. Ezeknek a tervei készülnek, ezt amikor oda jutunk, akkor nyilván a közvetlenül érintett tulajdonosokat az önkormányzatok értesítése mellett fogjuk ezzel kapcsolatosan keresni. Ugye a szabványos kialakítások is igényelnek helyet. Igyekszünk, ahol csak lehet benne maradni a mai Hév területben, tehát alapvetően a környezetet nem tervezzük fölbolygatni, de ahol a szabványos és akadálymentes kialakítás ezt elkerülhetetlenül szükségessé teszi, ott szeretnék itt is jelezni, tájékoztatást adni arról, hogy ilyen néhány méteres tulajdonviszony érintettségek. Nyilván itt a jogszabályoknak megfelelő értékbecsléssel, kártalanítással, vásárlással, tehát a teljes mértékű az ügynek a pénzügyi rendezésével valósulnak meg. Szigethalom alsó, ugye ez a kisebb megállója Szigethalomnak, picit kevesebb parkolóval, de itt is tervezzük több tucatnyi parkolóhely, még több tucatnyi kerékpártároló, gyors ki- és beszállás lehetővé tevő, illetve akadálymentes átkeléseknek a megteremtés. Tehát látható, hogy gyakorlatilag egy korszerű pálya, nem túlzó, de elegáns és esztétikus perontetők, ahol lehet a dzsumbúj helyett egy korszerűnek mondható zöld felületek, és rendezett, nem a múrván, nem keresztbe hosszában, nem a rozsdás köveken, és nem tudom hol parkoló autók helyett rendezett, kiépített, burkolt P+R parkolók és kerékpártárolók építését tervezzük. Tököl ugye, ami egy 10 000-es lakosságú város, itt is tervezzük az állomás teljes megújítását, megmarad az állomásnak az a fajta állomás jellege, hogy a két vágány mellett van egy harmadik is, ami lehetővé teszi akár menetrend szerinti, akár rendkívüli helyzetben vonatok visszafordítását, tehát egyfajta állomás jellege meg fog maradni.
itt egy áthelyezett, átépített módon, de azt a vizuális örökséget, amit a régi, ma nem igazán használt állomásépület jelent, de a helyiek kötődnek hozzá, ezt egy átépített, picit odébb helyezett, átépített műszaki tartalommal meg fogjuk őrizni, és ez a hagyományos látkép tökölön meg fog maradni, és természetesen ezek a mindennapi funkciókat szolgáló, esőbeálló, árnyékoló, autóbuszkapcsolat, parkoló, kerékpártároló, ezeket úgy elhelyezve, hogy az adott helyszín adottságai mellett ezt a legjobban ki lehet alakítani, tehát ez nyilván ez egy optimális helyenrendezés, ezzel kapcsolatos mérnöki munkát igényel, ezt az itt látható módon tervezzük. Nyilván ezekhez képest kisebb, apró finomítások, néhány méteres módosítások, néhány darabszámos módosítások még zajlanak a terveken. Nem tervezzük ezekben a megállókban aluljárókkal, különszintű átjárókkal, sötét lukokkal, zugokkal nehezíteni az önök életét, hanem ahol csak lehet, és a síneken való átkelés biztonságosan és zárási idők nélkül ezt, vagy hosszabb zárási idők nélkül lehetővé teszi ott a peronoknak a szintbeni, könnyű, kényelmes, néhány másodperc alatt megtehető elérését preferáljuk. Az itteni szakaszon is szükség lesz majd ilyen minimális telek rendezésekre. Ez nem jelent családi házak lebontását, tehát senkinek nem kell elköltöznie emiatt innen, de ezeket a kisebb rendezéseket meg kell majd tegyük, ugyanez Tököl esetében is, ezek most nem mennék bele jobban. Szigetcsép, ugye 2500 közeli lakosságú település, az előbb elmondottak elvekhez hasonlóan tervezzük itt is az állomás kialakítását. Ugye ma ez egy egyvágányú szakaszon lévő kétvágányú állomás, ezentúl is az lesz, hogy Tököltől Szigetcsépig egyvágányú lesz, de viszont ami újdonság lesz, hogy itt a kétvágányú Szigetcsép megálló után a pálya kétvágányúan fog folytatódni egészen Szigetszentmártonig, és az, hogy ezt a jelenleg 16 kilométeres egyvágányú szakaszt így megdaraboljuk, és vegyesen kettő, vegyesen egyvágányú lesz, ez fogja lehetővé tenni azt, hogy a mai dominánsan óránkénti, néha-néha egy-egy sűrítő vonat helyett csúcsidőben, hivatásforgalmi munkába, iskolába járási időszakban oda is, vissza is 15 percenként tudjanak közlekedni a vonatok, illetve a szembejő vonatra való várakozás nélkül tudják az útjukat megtenni. Látják önök, hogy nagyon hasonlóak a megálló kialakítások, tehát a parkolók száma, aránya, elrendezése, közelsége, praktikussága, és az esztétikus elrendezésre törekszünk mindegyiknél, mindegyik ilyen elővárosi megállóhelyen. Szigetszentmárton, Szigetújfal, ugye ez két települést érintő, az egyik az ugye közelebb van, gyakorlatilag a település széle az közvetlenül, lakótész széle az közvetlenül az állomásnál van, a másik település Szigetújfalú egy kicsit odébb, ezért itt mind a két oldalon szükséges autóparkolók, kerékpártárolók kialakítása, ezt meg is tesszük, illetve a szükséges autóbusz csatlakozáshoz, autóbuszfordulóhoz a megfelelő kialakítások a tervek alapján rendelkezésre fognak állni, idáig fog tartani ez a kis közbenső kétvágányú szakasz. Itt is szükséges lesz Szigetszentmárton térségében is ilyen kisebb kisajátítások, ugye, ahol ingatlanok van, olyanok, annak a közvetlenül a hívtelek, de nyitja a kapuját és ott jár be. Nyilván ezeket rendezni kell. Itt nem csak a közvetlen anyagi részét fogjuk rendezni az érintett telek tulajdonosoknak, hanem a megközelítés módját is. Itt az adott ábrán jelzett helyszínen például egy hozzájáró út megépítésével. Tehát nyilvánvalóan az ingatlanok megközelítés, ahol érinti a beruházása, a meglévő megközelítést ellehetetleníti, vagy kedvezőtlenül érinti, ott nyilvánvalóan az új megközelítési lehetőségről is fog szólni. Van két kisforgalmú megállóhely, Szigetszentmárton külső részén, ugye Horgásztanyák, Angyali Sziget, ugye itt ma is, ugye akik ott laknak, vagy oda járnak, hát ott van telkük, vagy oda járnak horgászni, tudják, hogy a régi időkben is ilyen felhiteles megállók voltak, meg néha megáll a vonat, néha nem. Naptól, időjárástól, évszaktól függően a két megállóban egyenként napi 10-30 utas van. Látható, hogy ez töredéke annak, mint ami akár csak a növekményekként voltak felsorolva, mondjuk Ráckevére, ilyen 1000-2000 fölötti növekedés, ezek nagyon alacsony utas számok. Ezt a két megállóhelyet, amelyek most sem rendelkeznek tisztességes megközelítéssel, kivilágított odavezető ösvényekkel, mindjárt
kitérek rá, de ezeket megszüntetni tervezzük, és alapvetően az a szándékunk, hogy a projekt keretében is ezt garantáljuk és vállaljuk, hogy a megfelelő autóbusz kiszolgálással, a biztonságos autóbusz megálló kiépítésével, és megfelelően sűrű, tehát nem naponta néhányszor, hanem megfelelően sűrű, és mire ez a projekt megvalósul, akár igényvezérelt, vagy akár applikációval igényelhető utazást biztosító kisméretű volán autóbuszokkal megoldott legyen ennek a két megállónak a kialakítása. Itt nem is csak arról van szó, hogy benne a két megálló esetében, hogy akkor, ha itt nem áll meg, akkor a ráckeveiek, makádiak egy picit gyorsabban tudnak a végigérni a végállomásra, hanem a 15 perces követési idő bevezetésével így módon kerülhető el az, hogy további milliárdokért további két vágányú pályaszakaszokat kelljen épülni. Itt a kollégák ki is mentek, volt egy helyszíni kitelepülés ebben az időszakban, ahol kikérdezéseket végeztek. Ezzel szeretnénk azt is jelezni, hogy még hogyha van olyan intézkedés is egy nagy projektben, nagyon sok tízezernyi ember mindennapjának a megkönnyítésére, ahol akár csak néhány tucat ennyi embert is lokálisan, de az ő saját szemszögükből valósan kedvezőtlenül, vagy első látásra kedvezőtlenül, reméljük, hogy az autóbuszos pótlással ez akár még kedvező is válhat, de érintjük az ő mindennapjait, akkor mi készek vagyunk személyesen elmenni oda, megismerni az észrevételeiket, és megtalálni közösen azt a megoldást, ami számukra is a hihető, megnyugtató és biztosan megvalósuló megoldást biztosítja ezeken a ritkán lakott helyszíneken is, még ha eltérő módon is, mint ez a mai utazás volt. A sebessége megemelését tervezzük, ma az összes héven 60 km/h-nál gyorsabban sehol nem mennek a vonatok. Ezt a hálózat nagy részén és nagyon sok helyen lassú menetek vannak, 40-nel 30-al tudnak menni. Ezt a hálózat döntő részén mindenhol felemeljük legalább 80 km/h-ra, és a ráckevei vonal több szakaszán, ugye Tököltől Ráckeveig vagyunk könnyebb helyzetben, de Szigetszent Miklós Dunaharaszti között is lesz egy ilyen szakasz, ahol 90, illetve 100 km/h-ra az új járművek beszerzésével együtt megemeljük a vonatoknak a sebességét, folynak a hatóságokkal az egyeztetések, hogy ez útátjárókba, hogy mégis ugye ez biztonságos is legyen, hogy az új járművek fogják tudni ezt a sebességet, és az átjárók fénysorompóval, sorompóval való biztosításában pedig egyeztetünk a hatóságokkal, hogy ennek a végére érjünk. A közös bérlet elfogadás az gyakorlatilag a ilyen projekttel picit függetlenül is, kifejezetten az a célunk az állami szervek, gazdasági társaságok, illetve igazgatási szervek együttműködésében, hogy belátható időn belül, akár még az építkezés végét nem is megvárna, jóval hamarabb is létrejöjjön egy olyan tarifa integráció az elővárosi térségben, ahol valamilyen övezetes rendszerben nem kell találgatni az utasoknak, hogy most busz vagy vonatbérletet, vagy hívbérletet vegyen, vagy kék, vagy sárga, vagy fehér, vagy nem tudom milyen buszra vegyen bérletet, hanem egy bérlet az adott övezetben. Nem kell kitalálnia, hogy melyik napokon fog busszal és melyik napokon vonattal menni, meg ha egyik nap busszal megy és bérlete van, akkor nem kell vonatjegyet vennie, vagy hívjegyet vennie, hanem egységes tarifával tud utazni. Ugye Sziget-Szent Miklóson ma is vannak erre ilyen kezdeti megoldások, ennek egy nagyságrendi kiterjesztésében gondolkozunk, tehát akár Szigethalom-Ráckeve térségét, ha nézzük, akár azt, hogy a makádi polgárok, ha mennek akár Szigetszent Miklósra, akár Budapestre, akkor ne kelljen kétféle bérletet venniük egy ráckevei átszállás esetén, vagy hogyha marad néhány olyan busz, ami Ráckevétől mondjuk bemegy Szigethalomig, akkor de a nap túlnyomó részében a hév megy, akkor ne kelljen emiatt külön tarifát igénybe venni, de akár aki Sziget Újfalóra átmegy a Szigetszentmátoni hév megállóból egy busszal csatlakoztatva, ugyanaz a bérlettel megtehesse, amivel hévvel eljutott odáig. Dolgozunk azon, nyilván ezek ugye a soft intézkedéseket ráér később is véglegesíteni, de előrelátóan már most dolgozunk a volánbusszal azon, hogy milyen buszhálózat legyen, illetve hogyan lehet majd az autóbuszokat úgy csatlakoztatni, hogy ne csak a hévnek a vízióját tudjuk bemutatni, hanem a teljes térségnek a közösségi közlekedési eljutását meg tudjuk mutatni. Ráckeve végállomás esetén ugye az a tervünk, hogy ez a mai 80-as években, hogy mondjam, ipari jellege szépnek tűnő, és ezeket az emlékeket vagy külső jegyeket még magán hordozó, de már azért olyan nem a legmodernebbnek kinéző kocsiszint onnan hát eltakarítsuk.
és annak a helyén a vonalat tovább vigyük. Ugye akik gyalogkerékpárral mennek be a Ráckeve városba, ugye számukra jelent ez a, az a legtöbbet, ez a 3-400 méteres közelség, tehát tulajdonképpen a HÉV járműtelep fenntartási telep hosszának megfelelően az új HÉV végállomást közelebb tennénk Ráckeve város szívéhez, és itt is a mai murvás, zúzott köves, hát ilyen szeretvedett autóparkolási, ki nem épített, csak használt autóparkolási lehetőségek helyett itt is egy komoly férőhelyű, 150 férőhelyes autóparkoló, egy fedett utasforgalmi épület, ahol az állomásépülettel a vágányok között is egy fedett módon lehet elérni egy megfelelő, az üzemviteli személyzet számára egy megfelelő épület, és azért, hogy éjszaka ne kelljen üresen bemenni a szerelvényekkel egy másik kocsiszínbe, az ábra alsó felén látható ez a fehér csík, hogy néhány jármű éjszakai tárolását pedig egy járműtároló segítségével biztosítjuk, de ez messze-messze nem az a létesítmény lesz sem kiterjedésében, sem a funkcióiban, mint az a mai járműfenntartási karbantartó műhely, kocsiszín, remíz, ami jelenleg Ráckevén van. Tehát egy letisztult, egyszerű, de nagyon funkcionális és minden korszerű követelménynek megfelelő ráckevei hévvégállomást tervezünk, ami ebben a 15 percenkénti ritmusban kiadja. Körülbelül úgy várható, hogy ma olyan 72-75 perc körüli Ráckevétől a közvágóidig a menetidő. A számításaink azt mutatják, ez ilyen 1-1 perceket még változhat, hogy a közvágóhíd az 50 percen belül meg lesz, tehát egy 25 perc körüli gyorsulás tud lenni Ráckevéről, és a Kálvin tér is egy ilyen 53-55 perc alatt lesz a teljes kiépítés után elérhető. És Ráckevének ez a önök szempontjából, az ortlakuk szempontjából nyilván ez a világ közepe, de a mások szempontjából picit ez a világ vége, vagy nagyon-nagyon távolinak tűnő elérés azáltal, hogy százzal fog menni Tököl és Ráckeve között, ott akár a felére csökkent. Tehát ez a mai 25 perc körüli idő, amikor Tökölről elmegy Ráckevére, ez közel a felére le fog tudni csökkenni. Tehát Ráckeve és ez a Csepel-szigetnek ez a déli csücske sokkal közelebb fog kerülni a Sziget-Szent Miklós, Dunaharaszt és Budapesthez is. Mi azt gondoljuk, hogy ez a mindennapi munkába járáson túl, akár turisztikai szempontból egy jelentős löketet tud adni, hiszen azt nézzük, hogy mondjuk Budapest legsűrűbb bestelejtőről ma mondjuk a Szentendre elérhető 3/4 óra alatt közösségi közlekedéssel, a Dunakanyar is elérhető mondjuk 3/4-1 óra alatt vonattal, és egy ugyan időtávon Ráckeve is sűrűn, frekventáltan elérhető lesz. Tehát ennek a teljes kis dunamenti térségnek nyilván a települési önkormányzatok belátása, egyéni fejlesztési elve, de ez a kötött pályás beruházás, vasúti beruházás támogatni fogja azt is, hogy a turisztikai vonzereje növekedjen az önök településeinek. Nyilván itt is vannak apróbb területszerzési igények, miután alapvetően ez a 400 méteres hosszabbítás a meglévő kocsiszín melletti vágányhasználat terhére megy, ezért ezek nem lesznek számottevő, tehát a városhoz közelebbi hévvégállomás végeredményben nem nagy méretű terkek megvásárlása fog zajlani. Ahogy most állunk, zárásként egy hogyan továbbábra zajlik a tervezés, szakaszonként megyünk, kintről haladunk befelé a tervezéssel, ugye az összes összetettsége és komplexitása mellett, vagy ellenére is természetesen a Csepel-szigeti szakasznak a terveinek az elkészítése, az belátható, hogy azért egy valamivel könnyebb, vagy kevesebb koordinációt igénylő feladat a rengeteg belső összefüggése mellett, hogy ellenére is, mint mondjuk a Boráros téren egy alagúti állomásnak a Budapesten a megtervezése. Tehát ezt a logikát követve úgy haladunk, hogy a projekt menjen előre, ahol gyorsabban el tudnak készülni a tervek, ott nem várjuk meg az engedélyezésükkel, meg a lepecsételésükkel azt, amíg a lassabban elkészülő tervek is rendelkezésre tudnak állni, hanem megteremtjük azt a lehetőséget, hogy a Sziget-Szent Miklós-Ráckeve szakaszon az építkezés akár már akkor meg tudjon kezdődni, mikor mondjuk a Kálvin tér, Boráros tér közvágói szakaszon egyébként még a tervek készítése vagy engedélyeztetése zajlik. Vezérigazgató is jelezte, hogy az eddigi döntések alapján minden jel arra mutat, minden tudomásunk arra mutat, hogy Európai Uniós forrásból a programot végre tudjuk hajtani, és gyakorlatilag Pesterzsébet és Ráckeve között a H6-os hívet 2026-ig már egy rendezett finanszírozási háttérrel meg tudjuk valósítani, és gőzerővel dolgozunk azon, hogy a Pesterzsébettől befele eső részen is
menjünk ebben előre, és a finanszírozásunk meglegyen. Elég nagy hangsúlyt fektetünk a társadalmi egyeztetésre, a mai fórummal is önök elé állunk, elmondjuk az elképzeléseket, várjuk a kérdéseket, állunk a kérdések, felvetések, kritikák, észrevételek elé, és igyekszünk azokra megoldást találni. Kutatásokkal, kérdőívekkel próbáljuk, láthatóan személyesen megjelenéssel is arcunkat adva hozzá, online módon is kérdőívekkel és statisztikai kutatásokkal feltérképezni azt, hogy önök milyen beavatkozásoknak örülnének, mik azok a legfontosabb minőségi lépések, amik ebben fontosak, és az önök választott vett képviselőivel is, önkormányzati vezetőkkel is számos alkalommal egyeztetünk és tartunk tematikus megbeszéléseket az adott települést érintő vonatkozásban. Kint van most egy kérdőív, erre várjuk tisztelettel és hálával és köszönettel azt, hogy töltsék, minél többen töltsék ki, osszák meg ismerőseikkel, ismerőseik is töltsék ki. Július 15-ig várjuk ezt a kérdőívre vonatkozó szíves visszajelzésüket. És szakaszonként megyünk, tehát nem csak ezt a lakossági fórumot tartjuk, hanem a vonal többi szakasza mentén, de egyébként más vonalakon is, ahol beruházásokat tervezünk, hasonló lakossági fórumokat tartunk, akár több terv fázisban is. Itt látható a kérdőívnek a webcíme, látható egy e-mail címünk, közösenkukat@pfk.hu, amit pedig várjuk észrevételt. És akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és visszaadnám a moderátornak a szót. Vitézi úr, köszönöm szépen az előadást. Páncél Károly országgyűlési képviselő kért szót. Képviselő úr, parancsoljon. Köszöntöm Vitézi Dávid vezérigazgató urat és a kollégáit ismételten, hiszen valóban ez már nem az első alkalom, amikor akár online fórumon találkozhatunk, vagy akár személyesen is, hiszen nem ez az első egyeztetés a HÉV-ről. Én köszönöm az eddigi lehetőségeket is, amikor személyesen képviselőtársammal, vagy éppen érintett polgármesterekkel tudtunk járni a BKK központban, és már sok mindent megtudtunk erről a H6-os vonalnak a fejlesztéséről. Itt a Szigethalomtól délre eső szakasz Ráckevéig, a végállomásig tartó szakasz, gondolom azért vagyunk előrébb a tervekkel, mert ez a legkevésbé problémás szakasz, és nyilvánvaló, hogy akár északabbra vagy benn Budapesten, ott még ez több tervezést igényel. A probléma felvetésekkel kapcsolatban, amikor vezérigazgató úr azt mondta, hogy bosszantó a H6-os HÉV-nek az állapota, hiszen egyáltalán nem versenyképes például a személygépkocsival való közlekedésben. Ez sajnos így van ebben a jelenlegi állapotában is, bár azt meg kell állapítanunk, hogy a budapesti közlekedés az jobb nem lesz. Most az elmúlt hetekben ugye tragikussá fordult a dolog, napszaktól és gyakorlatilag naptól függetlenül rendkívül nehéz a bejutás a városba, illetve onnan való kijutás, tehát mindenféleképpen alternatívát kell keresni, és ez nem lehet más az agglomeráció számára, csak a kötött pályás közlekedés. Én köszönöm vezérigazgató úrnak abban is a segítségét, hogy a legutóbbi ilyen online fórumon tudtunk beszélni a Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalról, és azt külön szeretném köszönni, hogy ott a javaslatainkat megfogadva a kormány is egyetértett vele, hogy Kecskemétig történjen a tervezés. Visszatérve ide az agglomerációs közlekedésre, azt gondolom, hogy ennek a hívvonalnak a fejlesztése, ez most már elkerülhetetlen, és nagyon-nagyon szükséges, és azt is gondolom erről, hogy ez a kötött pályás közlekedésnek a fejlesztése, ahol ráadásul egy elektromos vonalról van szó, ez a legnagyobb zöld beruházás lesz itt a térségünkben, hiszen egy környezetkímélő, ugyanakkor sok utast szállítani képes megújult tömegközlekedést fogunk kapni, amiben csodálatos hallani ezeket a dolgokat, hogy 25-30 perccel rövidebb idő alatt lehet majd eljutni a városba, illetve a belvárosba. Az rendkívül jó hír a Somodi úr tájékoztatójából az egységes tarifarendszer, hiszen ez sok-sok bosszúságot és problémát okoz. Valóban, hogyha összetudjuk hangolni itt a buszahév bérleteket, akkor ez egy rendkívül jó dolog lesz.
Ráckevére rátérve, ami a körzetemnek az egyik égköve, köszönjük ezeket a terveket, hiszen a Savoyai kastély tervezése is jelenleg zajlik, a Savoyai kastély újjáépítésének a tervezése. Vélhetőleg közel egy időben a hévfejlesztéssel együtt ez a kastély, ez a barokk kastély meg fog újulni, lesz ott egy gyönyörű szálloda, lesz ott múzeum a nagyközönség számára, és jó hír, hogy közel fél kilométerrel a hév végállomás közelebb fog kerülni a kastélyhoz, és így mindazok, akik nem csak munkába, iskolába, járásra használják a hévet majd a jövőben, hanem turisztikai céllal is, azok is közelebb kerülnek, nem csak a város központjához, hanem magához az új Savoyai kastélyhoz is, úgyhogy látván itt az állomásnak a terveit, a buszfordulóval, parkolókkal, letisztult új megállóhelyjel, az, hogy az a mostani nagy és csúnya remíz meg fog szűnni, ez mind-mind együtt jó hír, és még egy utolsó gondolatot engedjenek meg. Több térségbeli polgármesterrel, ott lakókkal beszélgettem, tárgyaltam, szóba került többször is ez a fejlesztés, és Makádon, Lóréven, Szigetbecsén is úgy ítélik meg ezt a fejlesztést, hogy egy egészen új világ fog föltárulni ezeknek a településeknek a számára is, hiszen 10 perc alatt elérhető számukra Ráckeve busszal vagy személyautóval, és ott átszállva pedig hamar elérik a főváros, tehát a környező települések is, akik ma igazán itt nem szerepelnek az útvonalon, de a végállomás Ráckeve közelében vannak, úgy értékelik, hogy egy egészen új világ nyílik ki számukra, úgyhogy hajrá előre, én gratulálok a terveikhez, és várom minél előbb a kivitelezésnek a megkezdését. Nagyon szépen köszönöm. Itt az ideje a hozzászólások sorjázásának. Írásban érkezett szép számmal kérdés, ezt ezúton is köszönjük szépen. Mi tekintettel arra, hogy a szóbeli megszólalásokra nem jelentkezett senki, ezért azt gyorsan megismételném, hogy a képernyő alján látható raise your hand gombbal lehet jelezni, hogyha valaki szót kér. Addig is kezdjük az írásban érkezett Q&A gombot használt kérdéseket felolvasni. Rögtön az első így szól: Sziget Szentmárton, Sziget Újfalu, mikor lesz újra állomás? Somogyi úr. Erre könnyű válaszolni. A felújítás, átépítés befejezését követően rögtön. Az a termünk, hogy a Sziget Szentmártonban ugye régen volt állomás, volt tekerős sorompó, az ott lakók emlékezhetnek rá. Most már egy egyszerű fénysorompó van, és az állomásnak csak a hűlt helye van meg. A tervünk az, hogy gyakorlatilag tulajdonképpen egyben nyitjuk, ha úgy tetszik, a Sziget Csépi és a Sziget Szentmártól Sziget Újfalui állomás, hogy a kettő közötti 5 kilométeres szakaszon egy kétvágányú pályát tervezünk. Tulajdonképpen egy ilyen hosszú elnyújtott állomássá válik a két három községet lefedő két régi állomás és régi megállóhely. Ugye Sziget Cséptől Ráckevéig körülbelül ma 11 kilométeren át van egyvágányú pálya, és ez gyakorlatilag determinálja azt, hogy tulajdonképpen óránként tud Isten igazából néha csúcsidőben, hát akár már 45 percenként is, de hát ez majdnem az egy óra járni a hév. És azzal, hogy ez az elnyújtott, összekötött állomás Sziget-Szentmárton és Sziget-Csép között megvalósul tulajdonképpen, és fölemeljük 60-ról 100 km/h-ra a sebességet, és Ráckevén is a végállomás előtti jó pár száz méteren lesz egy kétvágányú megálló, ezáltal tulajdonképpen egy 5-6-7 percre csökken az egyvágányú szakasz, ami végig kell menni, és a 15 perces követést fogjuk tudni tartani. Úgyhogy röviden a válaszom, hogy a felújítással állomás lesz Sziget-Szentmárton. Következő kérdés Tököl-Ráckeve szakasz felújításával kapcsolatos, nevezetesen, hogy mikor is lesz, ha a pályasebesség ismét 60 km/h lenne, alaphangon 4-6 perc menetidőcsökkenés realizálható a kérdező szerint. Aztán jött itt még egy kérdés, most felolvasok párat, hogy aztán szabadabban tudjon válaszolni Somodi úr. A szerelvények cseréje már erősen esedékes. Erről mit lehet tudni?
Nézzük még egyet. A járatkövetést minimum tökölig kellene 8 vonattal ellátni. Itt megerősíti a kérdező, hogy minimum. És talán zárásként még egy ebben a körben. Szigethalom műút útátjáróját tervezik külön szintűvé alakítani-e. Ez a héves követés ott állandó zárt sorompót fog eredményezni. Átadom a szót. Köszönöm szépen, hát nem biztos, hogy végig ilyen jó híreket fog tudni mondani, de ezekre a kérdésekre csupa jókat tudok önök részére, a kérdezők részére, illetve a fórumon résztvevők közönség részére válaszolni. Egyrészt az üzemeltető MÁV-hépzéjét ugye folyamatosan szűkös erőforrásaim belül mindent elkövet azért, hogy a pályák járhatósága és a menetrend tartása meglegyen, és ezt a 60 km/h sebességet, ha nem is mindig mindenhol, de az ebben fejlépő hiányokat szakaszosan, ugye az idejében is vannak ezzel kapcsolatban különböző olyan kisebb-nagyobb vágányzárak, ahol akár csak a néhány száz méteres szakaszon is, de a MÁV HZRT biztosítja a pályák javítását, addig is, hogy nagy felújításig rendben legyen. Ebben a nagy felújításban, ami 2022 végén, 2023-ban már a kivitelezés is megkezdődhet, és 2026 tulajdonképpen a véghatár, illetve ezt a 2026-os, nem is arra hegyezném most a hangsúlyt, hogy 2022 közepén vagy végén láthatóak ott munkagépek, hanem arra, hogy 2026-ig kell a teljes szakaszt megújítani, és ennek része a Tököl-Ráckevel közötti 16 kilométeres szakasz is, és itt 100 km/h sebességet tervezünk a felújítás után. A szerelvények cseréje része a komplex programnak, tehát nem csak a pályainfrastruktúra, hanem a gördülő állomány megújítása is a teljes csomag része. A kormányzati döntések nyomán a finanszírozás egységesen áll rendelkezésre, tehát most nem csak vagy erre, csak van arra pénz. Nyilván ez egy felelősség is egyúttal, hiszen mindkét ágon ugye végre kell hajtani a programot, és a sikeres eljárásokat, sikeres terveket, sikeres beszerzéseket le is kell folytatni, tehát ez legyen a mi bajunk, és ez a mi dolgunk, és ezt szívesen csináljuk. De ugyancsak a szükséges eljárási ügyek megtételével tulajdonképpen a cél az, hogy a nagy felújítás kivitelezési munkáival párhuzamosan már gyártásban legyenek a szerelvények. Tudni kell, hogy ma a nemzetközi járműgyártás úgy működik, ugye nagyon sok beszállító van, és nagyon sok ugye külön-külön kifejlesztett, hát mint az autóipar tulajdonképpen nagyon sok külön-külön kifejlesztett részegységből megy, tehát ma egy megrendeléstől akár legalább 2 év az, amíg az első jármű megjelenik, de utána viszont szépen sorozatba tud jönni akár 2 hetente egy újabb szerelvény. Összefoglalva röviden a tervünk ugyanaz, az ebben részes további állami szervekkel együttműködve és egységesen, hogy a 2026-os időpontig a gördülő állomány cseréje is megvalósuljon. A járatkövetésnél ott van egy flexibilitás, egy rugalmasság, ugye Sziget-Szent Miklós gyártelepen is és Tökölön is alkalmas lesz az új pályahálózat arra, hogy vonatok fordítása történjen. Ugye Sziget-Szent Miklós maga, ugye említettem, egy 40 ezeres város, és Szigethalom, hát mondjuk kereken mondom, nagyjából a felét lefedi ugye a gyártelepi megálló ugye a ráhordási vonzás körzetben, de ugye van további, akkor mondjuk másik 10 000 ember Szigethalmon, akinek a sima Szigethalom, meg a Szigethalom alsó megálló esik útba, és ugye ott van a 10 000 lakosú Tököl. Ez a mai tudással egy rugalmas, később is részleteiben eldönthető megoldás. A pálya alkalmas lesz arra, hogy akár Tökölig is kimenjen a 8 vonat. Most, ha egyszerűen fogalmazok, egyel több szerelvényt kell működtetni a rendszerben csúcsidőben, hogy Tökölig megy a 8 vonat, mint hogyha Sziget-Szent Miklós gyártelepül, de akár köztes megoldásra is lehetőség lesz, hogy mondjuk 6 vonat megy Tökölig, és 8 gyártelepig, és 4 Ráckevéig. Egy biztos, hogy Tököl után 4 vonat tud menni óránként, de az a mai egynél, meg másfélnél egy sokszoros mennyiség. A Szigethalom műút az már korábban megkezdődött, ugye ez egy kritikus átjáró. Hát nem is elsősorban, vagy minden áron a hosszú piros idők miatt kizárólag, bár az is bosszantó, de ugye az, hogy közel vannak ilyen útbecsatlakozások, T-csomópontok, és egyszerűen nagyon zavaró, sok felé kell figyelni, keresztbe állnak, egymást akadályozzák ott az autók. Ez külön projektben elkezdődött ennek a tervezése, a tervezési forrás megvan, a tervezés halad, jóval korábban is indult, mint a HÉV vonalnak a tervezése. Ebben a társ állami szervekkel a szükséges egyeztetéseket lefolytattuk, biztosított lesz azzal, hogy a felüljáró elkészült tervei, illetve a HÉV pályafelújításnak a tervei azok egyesíthetők legyenek, és a megvalósítást mi most feltétlenül úgy tervezzük, hogy a kivitelezési szakban ez a két terv egyesítésre kerül, és a HÉV fejlesztés, HÉV beruházás
részévé válik. Tehát ma a mi fejünkben ez nem különül el, a műúti felüljáróval kapcsolatos döntés ma nem különül el a fejünkben a HÉV fejlesztésnek a végrehajtásától. Köszönöm szépen. Folytatjuk, mert érkeztek még írásban kérdések, viszont Sanyika 06 nevű felhasználónk kért szót. Parancsoljon! Érdeklődök, hogy hallanak-e? Igen, halljuk. Parancsoljon! Az lenne a kérdésem Páncél Károly képviselő úr szavaival mondott nagy és csúnya remíz helyett, hogy mit terveznek, tehát hol lenne magában a járműfelújítás, hogy hova kerülne át ez a javító műhelyrész. Ezen az egyik kérdés, a következő pedig, hogy a jelenleg a MOLK út mellett, és van egy étterem, ott az étterem és a MOLK úttal terveznek-e valamit, tehát hogy átkerül az állomás épület, akkor az megmarad-e, vagy megszűnik? Köszönöm, ez lenne a kérdésem. Akkor megkezdem. Igen, a választ. Volt erre egy ábránk, de most akkor nem mennék vissza. Tehát a kocsiszín Ráckevén megszűnne, helyette ott ugyanilyen kocsiszín nem lenne, hanem picit helyet cserélni, tehát a mai kocsiszín helyén lenne, ugye, vagy annak a végében lenne ugye az utasprogrami létesítmény, és a mai állomási érkező vágányok helyén lenne annak a Nagy Duna felüli oldalán kevés számú vágányal egy körülbelül 6 vonatnak az éjszakai tárolási lehetősége. Ugye alapvetően megváltozik a vonalon a járművek. Egyrészt ugye sokkal több jármű lesz, hiszen a dupla sűrűséghez még a nagyobb is a sebesség több jármű, meg hát hosszabb a vonal, több jármű fog tartozni. Most ilyen dirib darabokban van a járműfenntartási tevékenység, ugye van Ráckevén egy műhely, ami a legjobban felszerelt műhely a vonalon, csak ugye az a hátránya, hogy a legkülső ponton van az egyvágányú szakasz végén, tehát ha az egyvágányú szakaszon van valami üzemzavar hajnalban, és ha ott lenne az összes vonat, akkor nem tudna beindulni a vonat. Van Dunaharasztiban egy kis, jóval kisebb műhely, a másik csepeli vonalon is ugye van Csepelen egy kocsiszín. Itt az a tervünk, hogy ezeket a műszaki tevékenységet, tehát a tényleges hát csavarozás jármű megemelését, kerékesztergálást, tehát ezeket a komolyabb műveleteket, ezeket egyetlen kocsiszínben, egyetlen vadonatúj kocsiszínben tervezzük, dolgozunk ennek a pontos helyszínén, ez valószínűleg a Csepel-szigeten lenne, és azon dolgozunk, hogy valamilyen barna mezős, tehát semmiképpen sem lakott területen, és azon dolgozunk, hogy ne zöld mezőn, ne szántóföldön, hanem valamely barna mezős területen alakítsuk ki. De a lényeg az, hogy gyakorlatilag egy összevont kocsiszint tervezünk megvalósítani. A MOLK út kapcsán esetleg, nem tudom, Kangyarka Ádám projektigazgatónak a továbbadhatom a szót, hogy Ádám, hogy pontosan el tudod mondani, hogy a kút az meg tud-e maradni, vagy áldozatává válik ennek az egységes utasbarát csomópontnak. Igen, én is köszöntök mindenkit, és üdvözlöm a résztvevőket. Ugye ez a Ráckevei MOLK út, amire itt a kérdező gondolt szerintem. Ugye ott a Ráckevei végállomása, hogy arrébb kerül, és a közös peronos, gyakorlatilag közös peronos busz, volánbusz átszállási lehetőséget megteremtjük. Ez nem érinti a MOLK utat és a meglévő éttermet. Ezek megmaradnak a helyükön. A részletes tervezés még folyamatban van, valószínűleg a MOLK útnak a forgalmi rendje az változni fog, tehát a behajtás, kihajtás az nem pont ugyanott történhet meg, ahol jelenleg is, de a maga a kút az megmarad. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az iménti kérdezőket szeretném tisztelettel megkérdezni, hogy csak fönnmaradt a kéz, vagy pedig lenne még kérdése. Rendben, ez válasz is volt, mert lekerült a kéz. Köszönöm szépen. Ebben az esetben akkor haladjunk tovább az időközben írásban érkezett kérdésekkel. Megint felolvasok párat egymás után. Amíg nem lesz új vonat, akkor addig a meglévő szerelvényeket kell életben tartani, nagyobb volumenű
alkatrészbeszerzésben gondolkoznak-e? Muszáj lenne. Következő. Szigetszent Miklós gyártelep megmaradna-e állomásként? A képen 4 vágányt láttam, de nem volt pontosan kivehető. Sziget Csépen a 3. vágányt nem szabad megszüntetni. Illetve egy 4. is. Angyali Sziget horgász tanyák megálló helyen biciklit hogy lehet szállítani a buszon? No, hát akkor nézzük sorban. A MÁV Hépzéleti gondoskodik arról, hogy a járművek fenntartása biztosított legyen. Ugye a legrégebbi, hát a Csepeli vonalon a H7-es, tehát a Budapest-Csepeli vonalon vannak ugye a legöregebb járművek, azok hát ilyen 55 év körüliek már, és Ráckevén is járnak, azt hiszem jövőre lesznek 50 évesek a legöregebbek, körülbelül a kocka formájú vonatoktól, tehát abszolút érettek a cserére, ugyanakkor a maguk hát nem túl nagy komfortjával, szűküléseivel, klimatizálatlan kialakításukkal, de mégiscsak a maguk módján egyébként megbízhatóan és egy országos átlaghoz képest, akár vasúthálózaton belül, akár más szolgáltatókkal összevetve kedvező ilyen menetkimaradási, meg kedvező késési mutatókkal működik. Úgyhogy én azt gondolom, ebben biztos vagyok, hogy a MÁV gondoskodik arról, hogy a szükséges alkatrészbeszerzés, anyagellátás meg legyen ehhez a közszolgáltatási szerződésen keresztül a finanszírozása a magyar állam részéről mindenkor a helyközi közlekedésen belén biztosított. Én azt gondolom, hogy ezeken azért ilyen nagyon-nagyon nagy felújítások már nem kell, hogy legyenek, ilyen nagyon-nagyon sok évre vonatkozó ilyen bespájzolás, talán már, hogy mondjam, nagyértékű alkatrészekből, vagy teljesen új hajtásláncokból, vagy új forgóvázakból, vagy új karosszériákból, vagy nem tudom, talán már nem szükségesek, tehát ennyiben talán lehet bízni abban, hogy az új járművek megérkezéséhez kiváltja, de a biztonságos üzemmenethez szükséges, ugye ma közel 100 ilyen háromkocsis NDK eredetű motorvonata van a HÉV-nek, MÁV HÉV-nek, ezeknek a fenntartásáról egy megfelelő és megszokott módon ők gondoskodnak. Szigetszent Miklós gyártelep állomás lesz, igen, jól látja, 4 vágánnyal, tehát Szigetszent Miklós gyártelep az alkalmas lesz arra, hogy az állomáson át megálló, de továbbmenő Ráckevére fele továbbmenő vonatok mellett egymás mellett akár 2 másik vonat is félreállhat, tehát ugye a 4 vágányos állomás, ugye egy tud menni Ráckevére, akadályoztatás nélkül egy Budapest fele, illetve további 2 vonatnak a félreállására, ez egy nagy kapacitású betétjáratú forduló pont tud lenni, illetve a tökörállomáson pedig egy 3 vágányú kialakítás lesz, ami szintén alkalmas arra, hogy akár óránként 4 vonat is meg tudjon rajta fordulni, akár egy sűrített menetrend szerinti környezetben. Szigetcsépen ugye ma azért van 3. vágány, hogyha valamilyen üzemi menet van, vagy tehát, hogyha ugye Szigetcsépen van ma az óránkénti vonat találkozás gyakorlatilag hajnaltól éjfélig, ez a fix pont a vonaton, hogyha óra 30-kor kimennek Szigetcsépre, akkor ott mindig 2 vonat találkozik, és ez 15 éve vagy sok éve így van, és akkor még 1-2 évig így lesz, utána viszont már nem. Annyiban változik, ugye, amit az előbb ismertettem, hogy gyakorlatilag ugye összenyitásra kerül, egy hosszú 2 vágányú szakasz lesz, ezen biztosítani fogjuk azt, hogy egy esetleg elromlott szerelvény vagy egy üzemi járműnek a félreállása meglegyen, csak nem úgy, hogy oldalra épül egy 3. vágány, hanem úgy, hogy a 2 vágányon belül egy vonathossznak megfelelővel beljebb lesz egy másik váltó, és gyakorlatilag ilyen módon egy járműnek, tehát egy ilyen üzembiztonsági tartalék szempontból egy járműnek a egy ilyen szakaszolással történő félreállítása, ez biztosított lesz. A buszon a biciklik szállítása, én azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdésfelvetés, amit országosan is érdemes komolyan venni. Ugye az emberek fejében, önök fejében, talán mi fejünkben is ugye az van, hogy a sárga buszok az egy olyan műfaj, ami ilyen marha, ilyen jó nagy buszok, vagy sokan vannak rajta, vagy kevesen, és egy nagyon fix menetrenddel, ami ki van téve valami foszladozó papírra megállókba, az akként jön. Én azt gondolom, hogy a volánbusz is felismerte azt, hogy ebben az idők változnak, és ennél sokfélébbek és változékonyabbak
az igények, és ez megjelenik, és azt gondolom a következő években még inkább meg fog jelenni abban, hogy nem csak a hagyományos nagy autóbuszok képezik a közszolgáltatás részét, ugye a Sziget Szent Miklósiak, ugye Bucka város részben ugye már azért évek óta találkozhatnak ennél kisebb méretű, de ugyanúgy a helyi közlekedésben résztvevő autóbuszokkal. A kezdeti technológiák már megvannak, és azt gondolom, hogy ezek néhány éven belül ki lesznek, ennek a hétfejlesztésnek a végéig biztosan ki lesznek fejlesztve, amelyek az a gyengén lakott, vagy ritkán lakott, ilyen egyébként napi néhány busszal kiszolgált részeken valamilyen igényalapú szolgáltatást is lehetővé tesznek, és arra is van már példa talán a Mátrában, hogy közforgalmú autóbuszokon, ilyen külön tartókon kerékpárt is lehet szállítani. Hogy most pont Szigetszentmártonban milyen módon lesz megoldva a buszokon a kerékpárszállítás, ha nem áll meg a hév, ezt most pontosan nem tudnám megmondani. Az se, hogy biztos lesz-e minden buszon kerékpárszállítás, vagy csak némelyiken, de szerettem volna azt érzékeltetni, hogy ebben a szakmai szervek, én azt gondolom, hogy felismerték azt a kihívást, ami a előttünk álló években a technológiai fejlődés és a kerékpározás örvendetes népszerűsége okán ezt a kihívást megjelni, és én azt gondolom, hogy a társcégeink ennek a kihívásnak helyt fognak tudni állni. Köszönöm szépen. Igen, talán ennyi volt most. Köszönöm szépen. Szót nem kért senki, cserébe érkeztek újabb kérdések, úgyhogy ismét felolvasok párat. Ha Ráckevén megszűnik a kocsi szín, hol lesz a karbantartás? Így szól az első. Tököl három darab vasúti átjáró, szóval még egyszer. Tököl három darab vasúti átjárójában épülnek akadálymentes, gyalogos vagy kerékpáros átjárók. Illetve érkezett még egy. Szeretnék érdeklődni, hogy a ráckevei végállomásnál a buszforduló és a parkoló a jelenlegi helyén marad, vagy átkerül-e máshova. Most ezt a hármat vegyük sorra. Jó. A előző kérdés is már ugye, hogy vonatkozott erre, hogy a Ráckevén a jármű éjszakai tárolás marad, tehát az, hogy éjféltől reggel 4 óráig, 5 óráig 4-5-6 járműnek a lekapcsolt világítással, hogy ott fog várakozni, ilyen lesz, tehát tényleg nincs értelme 20-30 kilométerre beljebb menniük azért, hogy a két óra múlva visszajöjjenek, de fenntartási tevékenységet azt tervezzük, hogy Csepel-sziget más részén, valószínűleg Sziget-Szent Miklóson vagy annak a közvetlen térségében barna mezős, tehát nem családi házas és nem zöld mezős területen egy vadonatúj kocsi színbe tervezzük a gyakorlatilag a vonal összes, még a csepeli vonalat is beleértve, a vonal összes járművének a műhely karbantartást igénylő részeit. Tökölön minden, de azt mondom, hogy gyakorlatilag mindenhol is, ahol lesz vasúti átjáró, szintbeni vasúti átjáró, és van egyébként a közelben járda, vagy van kerékpárút, ott a gyalogos átkelés, illetve a kerékpáros átkelésnek is tehát olyat nem csinálunk, hogy gyakorlatilag egy közeli járda egyszerűen megszakadjon, és ne lehessen átmenni. Konkrétan Tökölön mindegyik felszíni átjáróban lesz a akadálymentes kerékpáros átjárás ezzel kapcsolatban. És akkor Ádám, ha átadhatom neked, akkor én azt gondolom, hogy én tudom, hogy családi házat nem bontunk le Ráckevén, tehát családi ház elbontásával nem érintett, hanem az ipari területen lesz érintett, és akkor, hogyha erre tudnál Ádám válaszolni, illetve akkor a buszforduló pedig ugye a mai az megszűnik, tehát ami a mai ott kis vendéglők meg kis szállások mellett van, ugye az a buszforduló az funkcióját fogja vesztíteni, és az új hévvégállomás mellett ugye gyakorlatilag a mai kocsi szín végének a helyén lesz ugye egy új busz megálló, de Ádám, hogyha tudnál ebben egy pontosabb információt adni, ezt köszönöm. Igen. De jól megválaszoltad amúgy a kérdést. A MOL benzinkút mellett, illetve ennél az új buszfordulónál, ennek az új buszfordulónak olyan a kialakítása, úgy lesz kialakítva, hogy gyakorlatilag nagy részt a hévterületre támaszkodik, a jelenlegi hévterületet használja, illetve a jelenlegi közúti területeket használja, úgyhogy nem érint ez lakóházat, lakóingatlant. Itt a Ráckevén, amik talán a prezentációban is látszott, érintett ingatlanok, ezek inkább a hévállomásnak a másik oldalán, tehát a hévállomás nyugati oldalán vannak olyan területek,
amiből pár méteres sávot szükséges felhasználnunk a beruházáshoz, de a hívállomás keleti oldalán, illetve a közúti oldalán ott maradunk a hév és állami, illetve önkormányzati ingatlanokat a kereteken belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Várjuk még a kérdéseket, akár megszólalás, akár írásos formában. Talán nem is egy kérdés, hanem egy vélemény fogalmazódott meg, ami a legfrissebb. Ez Somodi úrnak van címezve. Az alkatrész beszerzés azért szükséges, mert amit Somodi úr mondott, az a szabványszöveg. A valóság sajnos nagyon más. Ez nincs, az nincs, megy a legózás. Ez maga a vélemény. Somodi úr. Én remélem, hogy a helyzet jobb, de ami egy biztos, hogy nyilván azt, hogy a megoldás megvan, ezt nyilván azt mutatják a most az utasok és a felhasználók oldaláról nézzük, hogy a hívek azok biztonságosan ugye mennek, vagy nem mennek, ugye mennek. Abban én nem mennék bele, vagy nem rendelkezem kellően még mélyebb információkkal, hogy a MÁV hívzetének a belső működését, tehát ebben nem akarnék olyanba belemenni, mennél jobban. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy a hívek működnek, az mutatja azt, hogy egyébként az alkatrészellátás megvan, és én azt gondolom, hogy én merek bízni abban, hogy a társcégeink ezt a feladatot a lehető legmagasabb színvonalon a forrásaik mellett ellátják, de ebben a MÁV hív tudna, hogyha... De azt gondolom, hogy talán ez nem a fórumnak a legközvetlenebb témája, de röviden válaszolok, nem ismerem olyan mélységet a MÁV hívnek az alkatrészellátását, hogy egy ilyen egész pontos kritikára, hogy ott legózzák-e az alkatrészeket, vagy nem, arra én egész pontos választ tudjak önnek adni. Érkezett közben új kérdés. Sokszor említett fogalom a ráhordás. Ami alatt, ha jól értem, akkor a buszos közlekedést értik. Ez lenne az első, ami érkezett. Aztán a következő része a térségben a kerékpárutak fejlesztése ennek a projektnek, mint a buszos ráhordás, vagy a megállók autóval történő megközelítésének alternatívája. És akkor van még egy harmadik. A megállók fejlesztésénél érezhetően kalkulálnak a megnövekedett kerékpáros forgalommal és ennek elhelyezésével, de sajnos, mint ahogy a megállók, ugye a kerékpáros infrastruktúra is fejlesztésre szorulhat. Jó. Igen, nem egy szép szó ez a ráhordás, de praktikusan azt jelenti, hogy hát más közösségi közlekedésre oda lehessen jutni. Ugye a vasutaknak, ugye a hívnek is ugye az a sajátossága, hogy gyorsan és kiszámíthatóan mennek, de ugye csak a megállóik között mennek. Tehát a saját megállójából megy a saját megállójába, és nem háztól házig. Azért azt az előnyét, hogy egyébként gyors és hát túlnyomó rész pontos, ugye nagyjából többféle módon lehet segíteni. Ugye az egyik, hogy hát mindenki a hív megállók mellé költözik, tehát hogy ugye most ez nyilván településfejlesztésben ugye úgy tud lenni, hogy akár már a település szabályozásnál, a beépítésnél, az új lakásépítéseknél ezt az előnyt, hogy egy vonzó közlekedés van, ezt a akár a családi háztulajdonosok, akár a beruházók, ingatlanfejlesztők kihasználják, és egy ilyen szinergia létrejön. A másik lehetőség pedig ugye azt, hogy valamilyen módon támogatni, segíteni azt, hogy a lakosság kedvező módon eljusson a hév megállókig. Ugye az emberek többféle módon, életkorban, napi rendszerességben, mozgási lehetőségekben nagyon sokfélék, és ugye ahhoz, hogy a hév ugye akkor gazdaságos, a vastag akkor gazdaságosak, hogy ez a gyors szállítást, ugye ezt egy kellően utas mennyiséggel tudják ugye elvinni. Mi azt szeretnénk, és azt próbáljuk kínálni ezekkel a fejlesztésekkel, és a működtetési környezettel, hogy mindenki a saját szívéhez, életkörülményeihez, lakhelyéhez legjobban igazodó módon segítsük neki elérni a
a jelen esetben a hív megállókat. Ugye ennek az egyik lehetőség az autóbuszos elérés, ugye itt a ráhódás az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a hív menetrendhez csatlakozva, ugye van egy-két perc mondjuk, hogy át kell sétálni a hív megállótól a busz megállóig, nyilván törekszünk a ismerhetett helyszíneken is, hogy ezek a gyaloglási utak minél rövidebbek legyenek, járdákon és ne a susnyásba vezessen, lehetőleg ne kelljen átkelni az utakon, végképp ne kelljen átkelni forgalmas utakon vagy veszélyes utakon, ne az út túloldalán jó messze legyen a megálló, hanem közel legyen, és a buszvonalaknak meg a buszmenetrendnek a kialakítása is olyan legyen, hogy a hív érkezése után egy-két perc az átsírás, és akkor még egy-két-három perc ilyen biztonsági tartalékkal, de tulajdonképpen gyorsan induljon el. Nyilván itt a korszerű informatikai eszközök lehetővé teszik most már azt is, hogy ha esetleg mégis késik az eszköz, akkor akár még várakozni is tudjon a rácsatlakozó megoldás. A kerékpáros, ugye, tehát megyünk tovább a módokban, a kerékpárral, autóval, gyalog való megközelítés ugye jön még szóba igazán. A gyalogosnál nyilván megvan az az 5-10-15, ki mennyit bír gyalogolni, vagy szeret, vagy hajlandó minden nap. Itt ugye a hív megállók és a közvetlen környezetünkben terjed ki a projekt, tehát hogy maga a peron szép legyen, és a peronhoz vezető, vasúti területen vezető járdák és az állomási megközelítés jó legyen. Nyilvánvalóan az önkormányzati utaknak a átfogóbb járda felújításaira, vagy járdaépítésére, ahol hiányzik, nem tudunk mi ebben, mert ez nem arról szól, nem tudunk vállalkozni, de azt, hogy az állomásokon a gyalogos útvonalak a legközelebbi közterülethez és a legközelebbi közterületen a legjobban csatlakozó meg legyen, ez ugyanaz vonatkozik a kerékpározási lehetőségekre. Ugye most, ha csak a környezetvédelem oldaláról nézzük, ugye akkor a legfontosabb célunk, hogy az emberek közösségi közlekedéssel járjanak, a térségben hévvel járjanak. Nyilvánvalóan ezután most kizárólag a környezetvédelem szempontjából mondom a legjobb azt, hogyha aki pedig nem gyalog megy oda, mert messzebb lakik, az biciklivel megy oda, de nem akarunk mi mindenkit ráerőltetni a biciklire, tehát ha valaki azt mondja, hogy ő nem akar biciklizni, nem tud biciklizni, ő autóval akar menni, de abban nyitott, hogy eldöntse, hogy autóval végigdugulja és bemegy Budapestre, vagy pedig elmegy a legközelebbi hév megállóig, és ott biztonságos, akár még kamerával is védett helyre leteszi, és onnan a hévvel, vonattal megy tovább, akkor ezt a lehetőséget szeretnénk biztosítani számára, és ezért fontos az, hogy ezeken a megállókba állomásokon mind a kerékpáros, mind az autós parkolás lehetőségei. Tehát nem akarunk túl sok autót vonzani ezekhez a hév megállókhoz, de akiknek a választása személyesen úgy merül fel, hogy vagy végig autóval megy, vagy a hév megállóig autóval megy, annak szeretnénk azt a lehetőséget megadni, hogy a hév megállóig menjen autóval, és onnantól válassza a további közösségi közlekedést. Most ami volt, amiről most nem válaszoltam. Próbáltam így egybefolyva válaszolni a kérdésekre. És ez alatt érkeztek újabbak. Az első így szól. A Budapest belvárosa alatti összekötés ütemezésére van-e valamilyen hozzávetőleges céldátum? Aztán érkezett egy olyan is, hogy az új hév szerelvényeken lehetséges lesz-e majd a kerékpárszállítás. És a harmadik pedig a projekt SK plusz 55 magasságú peronokkal és motorvonatokkal számol-e? Köszönjük szépen ezeket a kérdéseket. Ugye az úgynevezett hát 5-ös metró, vagy észak-déli regionális gyorsvasúti összeköttetés, ami Szentendrétől tart Ráckevéig, és még becsatlakozik ebbe a Kunszentmiklósi, és még becsatlakozik a Piris-Csaba-Esztergomi vasútvonal, és ugye része a csepeli lakótelepekre, Csepel központjába vezető rövid, de annál forgalmasabb hévvonal is. A Kálvin tér és az Óbuda közötti körülbelül 8 km hosszú alagúti szakasza, aminek most a részletes megvalósítási tanulmányát készítjük, ennek a megépítése, azt gondolom, hogyha akár történelemben, akár Magyarországon, akár külföldön nézzük, hogy ilyen volumenű építkezéseknek mi az átfutási ideje, ez 2030 előtt nem reális, tehát azt gondolom, hogy teljes mértékben álmokat kergetnénk, hogyha azt gondolnánk, hogy ez 2030 előtt meg lesz. Hogy ez azt követően milyen sorrendben tud meglenni, ez nyilvánvalóan a mindenkori finanszírozási döntéshozatali lehetőségeknek a része. A mi munkánk arra terjed ki, de ezt viszont hittel és szívvel csináljuk, hogy olyan azokat a tanulmányokat, illetve azt követően azokat a terveket le tudjuk tenni, amelyek igazolják azt, hogy ez napi több százezer embernek a mindennapi utazását hatékonyan segítő
és nem csak Budapest belvárosának, hanem a tágan vett agglomeráció egészének nagyon magas színvonalú szolgáltatást adó eszköz lesz. Csak érzéketetésül szeretném elmondani, hogy ugye ma felszálló utasszámban, hogyha egy darab vonalra veszik, ugye a 3-as metró az, ami az ország legforgalmasabb kötöttpályás utaskilométerben, ugye nem, mert rövidek a néhány megállósak az utazások, de felszállás számban a 3-as metró az, ami a legforgalmasabb. Hogyha megvalósul a gyakorlatilag Szentendrétől Ráckevég, Csepelig, Kunszent Miklósig ez a vonalcsoport, akkor ennek a vonalcsoportnak az utas száma, ha nem is fogja elérni a teljes mértékben a 3-as metró, de nagyon meg fogja azt közelíteni, és az a teljesítmény, az a naponta megtett utazási kilométer teljesítmény pedig meg fogja haladni a 3-as metróét. Tehát ez egy olyan fejlesztés a belvárosi összekötéssel, amivel tulajdonképpen ez az ötösnek nevezett észak-déli vonal, ez gyakorlatilag a utasszállítási teljesítményben meg fogja előzni azt a 3-as metrót, amit ma nagyon sokszor emlegetnek, mint az ország legfontosabb vasút. Tehát ez, tehát amikor önök Ráckevén erre felszállnak, akkor ezt abban a tudatban tehetik, hogy jó pár év múlva ez az ország összességében a legforgalmasabb vasúti vonalcsoportja lesz. Mi azt szeretnénk, hogyha ez mondjuk 2040 környékére megvalósulna. Ugye minden nap életünkben 20 év az egy rettentően sok idő, de ilyen beruházásban nem sok. Tehát egy ennél kisebb beruházásnak is teljesen standard az, hogy a tervezéstől, az előtanulmányoktól kezdve a megvalósításig 10 év eltelik. Ha ezt most az elmúlt 20 évre visszanézünk, az összes ilyen komolyabb vasúti beruházásnak ezek a 10 évek, ezek jellemzőek. Hát azt gondolom, hogy ha most tavaly kezdtük ennek ezt a tanulmányt, és azt mondom, hogy 2040-re ez meg tudhat épülni, akkor én azt gondolom, hogy nem voltam irreálisan optimista, és majd 20 év múlva meglátjuk, hogy voltam-e nagyon pessimista. Igen, lesz az új hívszerelvényeken kerékpárszállítás, méghozzá ugyanúgy a hosszú, a 110-120 méteres szerelvénynek legalább két helyén is, tehát a két vége környékén, tehát nem is, tehát attól függően, hogy a megálló elején vagy végén érhető el gyalog, vagy kerékpárral könnyebben a peron, legalább két olyan ajtó lesz a hívszerelvényen, ahol kedvezően lehet majd megközelíteni a belső kerékpáros, és akár együtt ezeken a szerelvényeken tucatnyi kerékpár is, tehát a mainál több kerékpár is számolható lesz, és igen, a nagyvasútival megfelelő 55 cm magas peronokkal fognak ezek a megállók kiépülni. Ahol csak lehet, próbáljuk a hívüzemnek ezt a nagyon-nagyon össze-vissza régi egyediségét, ami van, ezt nem is teljesen megszüntetni, de amennyire csak lehet ezt közelíteni, egyesíteni a nagyvasúti technológiák fele, ez beruházásban, működésben költségelőnyt jár, és nem utolsó sorban pedig lehetővé teszi olyan összekötetéseknek a létrehozását, amelyek a technológia egységesítése, meg a méretek egységesítése nélkül nem volna lehetséges. Érkeztek újabb kérdések. A Kunszent Miklósi S25-ös vonatok az eltérő áramnem miatt hogyan tudnak a HÉV vonalon közlekedni? Csak erre a vonalra szereznének be néhány két áramnemű motorvonatot? Az elmúlt fél évben a járműtrendeket figyelve nem nagyon látszik erre esély. Emiatt az óránkénti 4S25-ös, ha nem tud a vonalon megvalósulni, lesz-e pótolva a belső szakaszon, hogy a sűrűség ne csorbuljon? Ez tehát az S25-ösökre vonatkozó kérdés, és érkezett egy a zajvédelem kapcsán, nevezetesen a zajvédelem milyen hangsúlyt kap a pályafelújítás során, például a Ráckevei végállomás környékén. Akkor ezzel a titokzatos kóddal, hogy S25, és ugye a Kunszent Miklósi délegyházi Dunaharaszti másik ágán menő vasútvonalnál, ugye ott a vasútvonalnak Pesterzsébetől kifele, Soroksártól kifele a kétvágányú vákorszerű, ez majd egyvágányú vasútvonal, és ugye hát ha éppen nincs is lassú jel rajta, akkor is 80-nal lehet maximum menni. Ugye ez kétvágányú és 120-160-nal járható pálya lesz. Ugye ennek a budapesti belső vége az ma a ferencvárosi állomásba, ami hát egy nagyon összetett és nagyon szűk keresztmetszetű átbocsátóképesség, sok tehervonattal egy nagyon szűk átbocsátóképességű. Ezért született az a döntés, hogy utasoknak is sokkal jobb, hogyha nem Kőbánya Kispestre, meg nem nagy-nagy-nagy ilyen cirkalmas körökkel a keleti pályaudvarra megy, néha-néha óránként egy vonat Délegyháza, Dunavarsány, Kiskunacháza, Kunszent Miklós térségéből, hanem hogyha egy jóval sűrűbb követéssel be tudjuk illeszteni ebbe a HÉV vonalcsoportba.
ebben nyilván ennek a végrehajtásáig nagyon sok feladat van még, de az viszont biztos és egyértelmű, hogy ennek a járműoldali műszaki megvalósítása az ma már nem egy űrtudomány és nem egy technológiai értelemben vett különös történet. Tehát ugye a járműveknek a hajtómotorjai ugye azok, hát ma se 25 ezer volttal működnek, hanem ennél kisebb feszültséggel. Ma is vannak a MÁV-nak több áramnemű mozdonyai, ma is vannak a MÁV-nak több áramnemű Ausztriában más, kicsit más feszültség mellett átjárni képes korszerű alacsonypadlós motorvonatai. Nyilván annak a plusz, most egyszerűsítve és nem teljesen szakszerűen mondanak, a plusz trafónak a beépítés, ami lehetővé teszi azt, hogy kétféle feszültséggel, meg váltó és egyenárammal is működjön a motorvonat, ez nyilván jelent egy néhány százalékos plusz költséget, egyébként nem többet egy ilyen jármű beszerzésénél, és ez ma a járműgyártóknál ez csettintésre megy, tehát amikor nem tudom, valaki most nem az autózásra akarok buzdítani, valaki autót vesz, hogy akkor most ilyen vagy olyan rádiót kér bele, tulajdonképpen majd, hogy nem ez a kategória az, hogy két áramnemű közlekedésre alkalmas. Tehát ma ez nem egy különleges kihívás, se a vásárlás, se a járműgyártás szempontjából. A zajvédelemnél nyilván a szabványokat mindenhol be fogjuk tartani, az új pályák azok ugye a korszerűsítésüknél fogva csöndesebbek lesznek, külön ezt nyilván a szabályok betartása érdekében lesznek olyan helyek, ahol külön zajvédelmi létesítmény lesz olyan szakasz, például Budapesten, ahol házakhoz közel vezetett vágányokon külön zaj- és rezgéscsillapító ilyen betétlemezeket rakunk, vagy ilyen gumilemezeket rakunk, az új járművek csendesebbek lesznek, és ahol pedig lakott területeken szükséges ott zajvédő falak, vagy zajvédő létesítmények a szükséges magasságban, tehát nem mesterségesen eltakarva, vagy nem ilyen graffiti felületeket akarnánk tömegével gyártani, de ahol ez a szabályok, vagy a helyi közösségnek a nyugalma érdekében szükséges, ott a zajvédő falakat is részévé fogjuk tenni. Ezeknek a tervezése, hogy ezek pontosan milyen hosszban, milyen helyszíneken, milyen magasságban lesznek, ezeknek a tervezése még tart. Igen, én csak szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek az érdeklődést a BFK részéről is, illetve a MÁV-HÉV, mint konzorciumi partnerünk részéről is, és annyit szeretnék mondani, hogy természetesen ezt a mai fórumot meg fogják tudni majd ennek a tartalmát osztani az ismerőseikkel, barátaikkal, kollégáikkal, erre kérem is önöket, akik esetleg a térségben élnek, YouTube-on, Facebookon és a BFK weboldalán is két napon belül közé fogjuk ezt tenni, illetve arra hívnám fel ismét a figyelmet, hogy Szigetszentmiklós, Dunaharaszt és Budapest vonatkozásában Ráckevei hévre fogunk még részletesebb fórumot tartani, ahogy a tervezés eljut abba a mélységbe, ahogy itt a Szigethalom és Ráckeve közötti szakaszon, ez most a nyári szabadságok után, nyár végén vagy őszelején várható. És köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm Vitézi úrnak, Somodi úrnak, Kangyerka úrnak, köszönöm szépen a képviselő úrnak is, illetve mindenkinek, aki beküldte a kérdéseket, illetve megszólalással is vállalta a kérdéseit. Igazából most, ami még érkezett, az már csak a jó kívánságok, amik el is idézőjelben téve a csak. Nagyon szépen köszönjük. Mit szeretnék még egyszer megosztani, hogy ez többször elhangzott, az az m5metro.hu/Ráckeve kérdőív nevű link. Az ott található kérdőívet legyenek kedvesek, minél többen töltsék ki. Július, tehát 7. hónap 15-éig. És vezérigazgató úr nyomán még egyszer tisztelettel hívom fel a figyelmüket arra, hogy a mai eseményt azon platformokon kívül, amiket Vitézi úr is mondott, még egyszer azt a linket, azt a weboldalt, ahonnan talán indult az egész lakossági fórum, beolvassam, ez az m5metro.hu/Ráckeve fórum. A mai esemény anonimizált felvétele ide kerül majd föl. És tekintettel arra, hogy erősen érezhetően a végére értünk a mai lakossági fórumnak, még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket és az aktív részvételt a viszontlátásra.